Hát ugye picit beszélnék a rokonságról az első körben, hogy szusszanjunk meg. A lélek érje utól a testet gyakorlatilag. Tehát Köllő Miklós szobrász, köztéri szobrai közül itt a Hősök terén a negyedik Béla, a Kiskunfél egyházán a Petőfi Szobor, amit Segesváról menekítettek ide, illetve az Országházán rengeteg szobra van. Igen, szemben a kariottidok. Köszönöm szépen. Szegeden a Drómtét, nem akarok elrekíteni, most aztán nem akarom a rokonságot teljesen beszélgetni. Borsos Miklós szintén ezen a szálon itt rokon, tehát gyakorlatilag nem kell különösebben bemutattam, egy kicsit izgalmasnak találtam, hogy éppen az Ible Miklós díjnak az érme, az egy Borsos Miklós plakett. Külön margítő textilművész, monumentális textilális is foglalkozik, illetve grafikus, érdekes a színvilág, ami hasonló, és itt ül a teremben Polgár Boti, aki gyakorlatilag az Andrássy szobor, azt hiszem az a legnagyobb fába, mint a fába belevágta a fejszét, illetve szintén itt van a teremben a lányom, aki egész kicsikora óta szépen rajzol, aztán lássuk, mi lesz. Na, hát arról, hogy mit csinálok én. Nagyon sok mindent csináltam az idők folyamán. Régi zenéltem, amatőr módon, aztán amatőr módon lovagoltam, egy hagyományőrző csapatot szerveztem, egy adott pillanatban Erdélyben mutattunk be legkorábban és talán leghosszabb ideig könnyű lovas harcászatot, nagyon élveztük. Tanítottam az iskolában, itt a művészeti iskolában fontosnak tartottuk elindítani egy architektúraképzést. Itt két téma látható, az egyik 60 cm-es fesztávra ki tud minél kevesebb fából egy hidat készíteni, és az mennyit bír meg. Ezt teszteltük, a gyerekek nagyon jól szerették. Illetve egy másik kedvenc gyakorlatom, adva van egy négyzetméter papír, párga, madzag, amennyit akar az ember, kötő, és egy tojást kell beleszerkeszteni ebbe a szerkentyűbe, és ezt kidobtuk a negyedik emeletről, és ha éppen földet írt a tojás, akkor abszolút jó a szerkezet, tehát funkcionálisan bevált. Hallottam, amit mondok? És akkor utána beszélgessünk a dizájnról, tehát gyakorlatilag ez egy kicsit a szemléletmódról szól. A munkámat a Larik stúdióban végzem, ez egy 13 fős csapat, gyakorlatilag a legfelső kép a legjellemzőbb ránk, tehát kölcsönösen kiegészítjük egymást, így amíg Péter vezet, a többiek alszunk az autóban, aztán cserélünk és haladunk abba az irányba, amelyikre szeretnénk menni. Egy nagyon családi környezet, itt egy Mikulás jelenet van, amikor hát vagy 20 valamennyi kisgyerek gyűl össze. Ez maga az irodáról egy párkép. A kerekasztal az egy nagyon fontos tényező nálunk, emellett mindenki mester, tanítvány, nem is építész, ugyanúgy elmondhatja a véleményét egy témáról, nagyon jó dolgok jönnek ki belőle. Illetve, ha meg kéne fogalmaznom, hogy mi mit csinálunk, ott gyakorlatilag akár egy 100 évvel ezelőtti előképpel azt mondanám, hogy mi igazából citerán játszunk tangót. Addig próbáljuk azt nézni, mi történik a világban, és az eszközeink az nem tangóharmonika, nem is érjünk el addig, hanem valahol egy ütött kopott citerán megpróbáljuk, hogy ebből mit lehet kihozni. Hol dolgozunk? Hát ez a székely kultúrtáj. Nagyon... Én elvettem a fényt, innen átjövök erre az oldalra. Jó. Hát ez egy szinte középkori kép, ezt Erceg Ágnistól loptam ezt az illusztrációt, köszönöm neki. Ez egy légi felvétel, és így néznek ki a földek gyakorlatilag. De hát ez picit, ha megnézzük, akkor én ezt meg sem fogalmazom, hogy miért szép. Mert szépen öregszik. Tehát a modern műanyagok mellett én olyan rosszul érzem magam, mert 20 évvel azelőtt is úgy néztek ki, és akkor nekem szar érzés, hogy én nem. Tehát... Na, tehát miért szép, ezt költői kérdésként így hagyom nyitva. Láttuk tőlem? Jó. Na ezt a tájat, ezt meg kell nézni, mert ez igazából még egy szakrális táj, és szépen pontozzák a templom tornyok, és egyik templomtól el lehet látni a másikig, és ez igazából egy nagyon-nagyon izgalmas. Azért nem középkori, már a tornyok később jelennek meg. De a templomok azok ott vannak, ez Csíkban van, ez amit látunk. És a Székelyföld mennyire változatos, azt később fogjuk látni, hogy Gyergyóban meg pont a középkori templomtornyok maradtak meg, és a templomokat bontották el és építették újra a Habsburg korban, gyakorlatilag egy ilyen Európai Uniós pénzbedobás kapcsán, csak az éppen a Habsburgok csinálták, még az ellenreformáció idején. Mi jellemző erre a tájra? Elsősorban az, hogy a semminek van értelme. Tehát a semmi jelent valamit. A település az tízesekből áll, egy székely település, gyakorlatilag egy szeges-szeres településforma, hogyha ilyen szakirodalom szempontjából akarok beleásni magamat. A lényeg az, hogy egy család, meg a rokonság egy része a komálkor megtelepednek egy részen, mondjuk itt, hoppá, bocsánat, megtelepednek itt, és nem épül a falu egybe. Nagyon gyúlékony anyagokból dolgoznak, fából, szalmából, ami rendre a török a tatára szeret felégetni, azelőtt a kún besenyő, aki jött éppen, és akkor nagy a kár, mert leég az egész falu. Tehát ha véletlenül tüzet fog, akkor leég alszeg, aztán át lehet költözni Felszegbe, és a rokonok komák segítségével Kalákába vissza lehet építeni az elveszett településrészt, vagy ha mégsem, érdemes, mert minden elégett, akkor lehet építeni egy új falut, mint például Gyergyó új falu esete ezt a helyzetet mondja. És akkor ezt így kell elnézni, azt tehát egy kis ilyen pöttyök vannak letéve, sosem ülnek egybe, vagyis egy légi felvételén ez nagyjából itt látszik a tízesek, ez Csík környékén nagyon szépen megőrződött. Tehát igazából a két település rész között van egy rész, ahol át lehet járni, a vadaknak is. Most ezeket szeretjük egybeépíteni, és aztán csodálkozunk, hogy baj van a medvével. Hát hogy ne, bejön, ő is eddig ott járt. Na, ez a kultúrtáját egy kicsit, amiben dolgozunk, ilyen allegóriaként fogalmazom meg, mint a dédanyámnak a nagyon szép színes fiatalkori szoknyája, úgy néz ki a táj, itt a nyílföldjek a perspektívába futnak, kicsit sötét az a kép, nem látszik túl jól, de higgyék el nekem, hogy itt a sávok olyan nagyon szépen váltakoznak. Ez meg nagyanyámnak az öregkori szoknyája, és itt a parcellák szintén úgy működnek. Meg benne van ebben a tájban minden, ami kell. Azért kultúrtáj, mert ezek a színeink, amit elő lehet állítani, mégis a rokolyát például ötszínből szőjük, megvan a jelentése mindegyiknek miért, de nem az, amit elő lehet állítani helyszínen, hanem egy kicsit kódoltabb egy rokolya. Tehát, ha egy népviseletre ránézett valaki, akkor meg tud állapítani, mennyire partiképes az a csaj, aki vele szemben áll. És na hát ezt lehet fokozni, van székelyház, van kürtőskalács, nincs egy becsületes vár, mégis ott megvédtük azt a határrészt, tehát egy jó terület ez. Annyira jó, hogy még Károly herceg is hozzánk jár kaszálni tanulni. Tehát ez mégiscsak egy jó hely, hogyha elhiszik. A lényegben, hogy itt nincsen semmi nagy. Ugyanúgy a települések között nincsen semmi, hát itt se autópályát nem fogunk látni, se repülőteret, bár ebből kettőt akarnak csinálni. Egyet Csíkszereda mellett, egyet Udvarhely mellett, két ilyen kis repülőteret, és állítólag a Székely Intercity fogja összekötni, ha én azt megérem. Na, szóval egy ilyen jó helyt dolgozunk mi és lakunk, miközben alig változik a dolog. Tehát ez most Csiklákos mutatom meg. Csiklákos az a falu, itt a katonai felméréseket tettem fel, első, második, a harmadiknek a két változata, a 41-es katonai térkép, illetve egy mai kép. És Csiklákosnak a kiterjedése nagyjából ugyanakkora, mint a 18. században, amekkora volt. És abban a szerencsés helyzetben van, hogy van két becsületes műemléke, egyik a Göröcsfalvi templom, a másik a Bogárthegyi kápolna, onnan felmenve ezt a települést nagyon szépen lehet látni. Na, Orbán Balázsnak is megtetszett, itt van a kis litográfiája, de azt kell megfigyelni, hogy a hagyományos hangsúlyban mégiscsak a templom ebben a településben, illetve az őt körülvevő fák. Igaz, hogy ezek már akárcok lettek, és nem annyira őshonos fák, amit templomok körül megszoktuk, tehát nem hársakról beszélgetünk, vagy... de ott van az település sziluett, úgy van. Aztán jön a kommunizmus, és beépítik ezeket az istállókat, amivel az a baj, itt beszíneztem a tetőket, az a baj, hogy már elveszik a hangsúlyt a településkép sziluettjéről, ami veszített abból, hogy már nem cseréppel van fedve a templomtorony, tehát a bádog az gyakorlatilag mindegy lefejezi ezt a tornyot, de ha valaki jön és azt mondja, hogy hát elmaradott a régió és fejlesztünk rajta, és 10 munkahelynek az az ára, hogy valami színes lemezzel befödje ezeket az istálokat, akkor gyakorlatilag ez a 10 munkahely, amit létrejön egyik oldalon, az gyakorlatilag egy olyan fajta regionális identitásra építkező turizmus alatt vágja el a fát, amit nem is gondol az ember. Tehát itt nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a tájban mi történik, mert azért nem alföld ez. Tehát látszik, hogy mit fel lehet menni a hegyre, szembe lehet ezen nézni, nagyon könnyen. Na, gyors ez a tempó? Csak próbálom behozni, amit az autópályán veszített. Jó, rendben. Na, hát így néznek ki ezek a nyílföldek, amikről beszélgettem, ez egy örökség, nem akarom részletezni, hogy mi van mögötte, hogy van, de mint kép, nagyon szép, és a változás nálunk arról szól, hogy ezeket most azt mondják, hogy jól volna tagosítani és egybeszántani, mert így ez hatékonyabb a mezőgazdaság. nem vonom kétségbe, hogy ezeknek is van egy elképzelésük, amiről beszélgetünk. De ezt a hagyományt, amelyikben egymás mellett vannak a növények, és ugye most beszélgetünk a permakultúráról, hogy mi mellé mit kellene ültetni és hogyan, hát ezt nagyon becsületesen tudták. Most olvastam egy cikket, hogyha minden ötödik sorba a virágzó növényeket ültetnek a szántóföldeken, akkor furcsa módon egyharmaddal többet terem az a parcella. Tehát nem gyomírtókkal vagy ilyenekkel. Tehát itt van ez a tudás, amit nem kellene elveszíteni, és a változásnak a mértékét itt nagyon-nagyon szépen látjuk, mert ugye itt van a falu, aztán ott vannak benne a kis gyümölcsfák, azt látjuk, aztán vannak kifele a szántók, a maguk mondjában jönnek a kaszálók, legelők, erdő, és elkezd összeolvadni egy nagy szántóföldében, és felülről nézve, hát ez a változás. Tehát ebből a léptékből, amit van, ide kezdtünk eljutni. Elég durva. Na, és a változásnak a mértéke az építőanyagok szerint is mérhető, tehát ha valaki hátul megerőszakol egy telket, akkor az településképben gyakorlatilag ezt éri el ehelyett. Van még erdőn, csak az erdő nem ott, ahol eddig volt, a legelő az erdősödik, a kaszáló legelősödik, a szántó kaszállósodik, tehát nagyon, nagyon nagyfokú biodiverzitás van nálunk, csak hogy alakul át, nem tudjuk, hogy mi marad belőle. Tehát egy, hogy mondjam, nagyon érzékeny táj, amiben mi dolgozunk, nagyon szép, gyönyörű, de változik, és igazából nem tudjuk bemérni azt, hogy ezek a változások hova vezetnek, és akkor Kós megfogalmazta a Kalotaszeg kapcsán a század elején, hogy azért kapaszkodunk a hagyományba, mert ha kidobjuk, akkor félünk, hogy semmivel sem maradunk. Na most a vizek mentén, most már belevágok abba, hogy miket csinálunk, tehát igazából nagyon sok módon jelen van a víz ebben a tájban. Nagyon szeretjük a patakainkat például mederbe terelni, és ezzel kizárjuk a lovat ebből a tájból. Tehát gyakorlatilag úgy volt a történet, hogy kiment a faluból a szekér, aztán az utca keresztül ment egy ilyen vízen, belesétált, megitatták a lovat, az erőre kapott egy picit, ment még 5 kilométert, aztán a következő patakban megint belehajtották, megint helyre jött a ló, estefele húzta a szekeret, nagy meleg volt, jött hazafele, belehajtották ebbe, megálltak, vártak 5 percet, ivott a ló, előre kapott, és jó, frissen hazajött. Most ezek 2 méter mélyebben vannak, hogyha sikerült szabályozni őket, és azt hiszem, hogy a lovas turizmusról beszélgetünk, akkor is lifteket kellene tervezni a lovaknak, hogy tudjanak lemenni a víz szintjére. Tehát ezek a változásokról, amiről beszélgetünk, ez egy olyan képsor, amit gyerekkoromban én még értem Székelyföldön, tehát hogy működtek a vizek, hogy voltak szétágasztatva a településen, és ez egy gyönyörű szép mai változat erre Csík Madarason. És ez egy próbálkozás Gyergyó-Ditróba, hogy lehet visszahozni ezt a szabályozást mégis úgy, hogy egy ekkora kis víztükörbe, ha a világ mindenséget nem is, de azért az eget lehessen belőle belelátni, és hogy lehet lemenni a víz mellé. Ez az egykori malomárok, volt egy rakás malom itt, de az eltűnt, de annak a helyén mégiscsak lehet sétálni, és akkor vannak ennek a víznek pillanatai, ahogy áll, ahogy átbukik egy gáton, ahogy csorgóvá válik, ahol meg lehet mosakodni. Tehát lehet mellette meditálni, lehet nézni, hogy az dinamikussá válik, hogyha azt nézzük. Egy nagyon fontos dolog, én itt berohantam és elkezdtem nagyon gyorsan beszélgetni, és mondtam, hogy a lelkem majd lehet utólér. Hát a víz mellé is nem megyünk le egyből gyorsan, hanem itt kicsit megállunk, aztán egy kicsit bizonytalanabb lépcsőfokokon ingadozva, tehát nem olyan sebességgel, mégiscsak leereszkedünk egy kicsit közelebb, tehát érezzük azt, hogy megérkeztünk ahhoz a vízhez, belejöttünk ebbe a kisképbe. Tehát az a lépcső ne úgy vezet, hogy lemegy a vízig, és akkor a víz, amikor eddig tart, akkor az alsó rakpartot lepte el, és aztán fennább jön akkor a felső rakpartot, hanem megérkezünk a víz mellé, meg lehet nézni, és utána sokkal bizonytalanabb módon, tehát sokkal lassabban, óvatosabban oda lehet menni mellé, megsimogatni. Na, tehát ez a kis ditrói patakpart rekonstrukciónk, ami egy csomó ilyen közösségi dolgot, ilyen kubust tettünk fel, ilyen köztes terek. Igazából ez egy ilyen emberi léptékű kis kuckó, mindenkinek megvan a saját tere, mert az emberek ma már azt szeretik, hogy kis saját terükben legyenek, de ezeket úgy forgattuk össze, hogy akarva akaratlanul kontaktusba keverednek egymással. Ezt majd később meglátjuk egy falusi buszmegálló kapcsán, tehát tudatosan törekszünk erre a közösségformáló dologra. Egy városi busz megálló úgy néz ki általában, hogy az emberek leülnek egymás mellé, aztán bámulnak, magonra van maguk elé, vagy előveszik a mobiltelefont. Na most egy kicsit, ha változtatna az ember, hogy egyik mondjuk így ül, aztán a másik így kell üljön, akkor akarva akaratlanul szemkontaktusba kerülnek egymáshoz, és azt kell mondják, hogy jó napot. És innentől kezdve lehet beszélgetni valamiről, ugye? Na, hát ezek a kis kuckók itt ezen a téren valahogy el vannak helyezve és működnek, és olyan jó kis kilátásokat lehetett ebből kispekulálni, hogyha már két templom van, ma van a településnek, akkor azt miért ne használjuk ki például. Tehát próbálunk település szerkezetileg valamit kezdeni azokkal az elhagyott vizekkel, amelyik egy időben a településnek a tengelyét képezték. Azt kell tudni, hogy általában településenként 10-20-30 malom is volt. Ez mi eltűnt. Gyakorlatilag ott maradt a tér a senki a telekkönyvön, és ez egy reális probléma, hogy az egykori gazdasági tengely, amelyik akár most zöld felületként kezelhető volna, összefűzhető volna, az parlagon hever. De egy másik témát hozok fel, a vízimalmokat. Elmondtam, hogy volt belőle 100 a Gyergyői medencében összesen. Itt egy vízimalomnak az 1960-as évekbeli kép, a Csomafalvi Kosztamalom. Ezt majd meglátjuk, hogy micsoda. Ez Szenétén van ez a malom, amit jobb oldalt látunk. Újfaluban ez egy helyreállított példa. Azt mondják, hogy 19. század végi. Elő kell venni a katonai térképeket, már az elsőn van rajta két malom ezen a helyen, tehát maga az épület az valószínűleg, de a funkció az régebbi. Na, itt megállt az idő gyakorlatilag, ez volt az az állapot, amikor kapcsolatba kerültünk. Hát a kapu az kaponyításra omlott, az épület az gomba, rovarfertőzéssel volt megáldva, becsületesen. Egy kicsit átalakítottak rajta 96-ban, tehát már akkor rossz állapotban volt, és rátettek egy födelet. Szerencsére a Reis Gábor féle 1994-ben készült felmérés, jártak ki innen, az egy nagyon jót fogódzó volt, hogy nézett ki azelőtt ez a történet. Hát ez a kerék nagyon biztató volt, hogy legalább tudjuk mekkora az átmérője. De a vasabroncs az megmaradt ugye rajta a káva. A gombafertőzés miatt Mihály Felivel konzultálva ez az a pillanat, amikor igazából nem tudtuk, hogy ebből lesz-e valami, ugyanis szét kellett szedni a fanyagot, összecsomagolni és elgázosítani gyakorlatilag a benne lévő vendégeket. Faszerkezeteknél, történelmi faszerkezeteknél a szétszedés és újra összerakás az kisbeavatkozásnak számít. Tehát mindaz, annak ellenére, hogy itt nem maradt semmi az épületből, ez mégiscsak egy kisbeavatkozás, ez egy nagyon precíz felmérés volt. Tehát mi minden gereznek a magasságát le kellett mérjük, mert tudatában voltunk, hogy ha cseréljük kell a helyreállítás során, az új anyag pont ugyanarra a szint kottára, ugyanarra a magasságra kell visszakerüljön, tehát a csere. És a cserét azt sikerült valaki éppen egy csűrt bontott, amit sikerült, már nem tartotta volna meg, sikerült megszerezni az anyagot, és hogy véletlenül a dendrokronológusokat nevezessük tévútra, ezért minden régi anyag, amit visszatettünk, pótlásként régi anyag, az kapott egy C betűt, hogy kopi. Ugye a dendrokronológus, elnézést, hogyha feltételezem a műveletlenségüket, az évgyűrűknek az egymáshoz való viszonyából, hogyha van 30 évgyűrű, akkor meg tudja mondani, hogy ezt a fát mikor vágták ki. Ha rajta van az utolsó kéreg rész, akkor még azt is megmondja, hogy ősszel vagy tavasszal. De nem akartunk neki galibát, és ilyen pontosan, kis precízen, azon túl, hogy megvan a felmérésünkön, mi van cserélve, ezen kívül ott vannak a kis C betűk, hogyha véletlenül nem kapják meg a felméréseinket. Elég nagy kérdés volt, amikor ez a malomkő kigurul az udvarra, hogy ez a malom fog-e működni valaha. Na, ez már a helyreállított állapot. Hát az egyik nagy problémánk az volt, hogy a malomban volt két lépcső, amit bementünk, és ezen, hogyha mozgássérültnek akarjuk megmutatni akkor, amikor árvíz van, mert akkor tud ez a malom működni, amikor árvíz van, csak mert közben marost lemélyítették, erre nem gondoltak, hogy fog az működni, de árvízkor működik, hogy működik egy ilyen szerkezet, akkor mégiscsak kerekesszéken kellett lemenjen, és akkor ezt nagyon diszkréten loptuk bele ezt, hogy most mindenki azt gondolja, hogy úgy nézett ki. A pótlásokról akarok beszélgetni. Semmit nem dobtunk el. Ami menthető volt, mentettük. Vagyis fát hegesztettünk, amikor gerenda kellett, ez így néz ki az ajtósarka, amelyik pótlásból született meg. Itt látszódnak az új elemek, Amíg itt egyértelmű a pótlás, és használhattuk a gyarult anyagot, addig gyakorlatilag a régi bárdolt felületeket meghagytuk a saját, amit tudtunk menteni abban a formájukban. Az új részeket, amik majd oda fognak öregedni, ebben az esetben, amikor teljes elemeket használtunk, akkor a körfűrészen levágott, nyers, szőrös állapotukba hagytuk, amiről látszik majd közelről később, hogy az a pótlás. Tehát be lehet mérni, hogy mi az eredeti, mi az autentikus. Hát ezt szépen sikerült összerakni, pont minden talált. A nagy gondunk azzal volt, hogy elveszett az a mesterség, amit nálunk tapasztásnak hívtak. Tehát tudtuk, hogy a csángók tapasztanak ott Csángóföldön, el is mentünk becsületesen, megtanultuk a leckét, tehát nem csak a Déri Attilának a történelmi anyagtanából tudjuk, hogy a tapasztás hogy van, hanem megtapasztaltuk azt, hogy van. Csak éppen az a baj volt, hogy ami Csángóföldön nagyon szépen működött, az oda-haza sehogy sem ment. Ami úgy nézett ki, ahogy ki kellett nézzen, az nem maradt meg, ami meg tartott, az nem úgy nézett, ahogy ki kellett volna nézzen. Tehát itt azzal néztünk szembe, hogy gyakorlatilag a mesterségek, ha kezdenek kikopni, és az egyik alapgondolat, akkor ugyanaz képileg tudjuk mi menni, csak sokkal kevesebbet fog tartani. Tehát azt akarom ezzel elmondani, hogy azt akarjuk, hogy zsindály legyen a házon, azt fel lehet tenni, persze. De ha 5 évenként ki kell cserélni azt az anyagot, ami már úgyis drágább, mert már nem értünk hozzá, akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy most az épülete a műemlék, vagy pedig az a mesterség, amelyik azt az épületet tudja gondozni, azt a becsületes módon. És be kellene lássuk, hogy bizony mesterségeket kéne a műemléknek nyilvánítani, és pénzt fordítani rá, azt, hogy ne kísérletezzünk 20 év múlva, és akkor utána az még csak 10 évet tart, és akkor már havonta kellene cserélni az épületeket lassan. Tehát ezen el kellene mindenképpen gondolkozni. Hát ez a kis technikák, ugye itt a számozás látszik, ahogy összeraktuk, a szétszedőt összerakódott, itt vannak a bolhaszegek, ez volt egy ablak, ilyen lett belőle, semmi sem tartotta össze, és ez volt a legépebb ablak ezen az épületen. Az asztalos mondta nekünk, hogy ugyan meg tudom csinálni, de ugyan nem kéritek. És mi mondtuk, hogy de. És akkor gyakorlatilag az a kis finomságok, amikor ott tollak, tehát ilyen tollúvékonyságú lapokkal illeszti ezt össze. Na, rajta van a régi butorfestéssel készült, tehát a hagyományos butorfestés technikájával festették ezt az ablakot. Itt látszik a kis beavatkozás az asztalosnak. Na és ilyenek lettek az ablakok. A felemek pótlásáról beszélgetünk itt. Ezt a képet kaptuk, itt látszik még az a tapasztás, amelyik nem olyan, amelyik kellett volna. Meghagytunk egy kis tanút, hogy más is lássa azt, hogyha nem írt hozzá, ne foglalkozzon. Ilyesmivel. Na, hát az épülettel igazából azt várják el, hogy megállítsuk az időt, ami amúgy telik, és ezt mindezt hitelesen tegyük. Tehát egy kicsit nehéz ezt a népépített örökséggel megoldani. Na ez a csűr, és az egykori istálló. Azért van itt ez a 4 csap alá befestve az a népi festésnek az a szép kék színe, amit megszoktunk, mert ez az a 4 eredeti csap, amit a régi kapuban meg lehetett menteni. Tehát ennek a kaputak a hitelességét az adja, a becsületszóra úgy csináltuk meg, ahogy ott volt, de van benne 4 csap, amelyik az eredeti. Tehát mind a nagyapán fejszéje, hogy 2-szer kicseréltük a nyelit, 3-szor a fejét, tehát a fejszének, de az itt a nagyapám, ezt nagyapámtól örököltem. Tehát ez egy kicsit ez most így alakul ki. Hát az istálló kérdése volt egy jó kérdés, erről beszélgettünk, mert az nyilvánvaló, hogy nem használódott istállónak, és mindaddig, amíg ez egy molnár lakás és egy malom hitelességeként maradt meg, ezt az egészet közösségi térként akarják hasznosítani. Azaz, ha már malom, akkor itt sütnek kenyeret. Időnként tartanak kurzust, hogy kell házi kenyeret sütni. Meg itt időnként táncolnak falunapokon. Csináltak egy falusi olimpiát, 5 szekérkereket raktak egymásra, gutta ütött meg, amikor kimentünk, hogy beavatkoztak a műemléki közegbe, de hát na. Az a lényeg, hogy az istállónak alacsonyan volt a padlása, itt látszik, itt volt a gerenda, itt ment el. Mi ezt megemeltük gyakorlatilag egy másik szerkezettel, azért, hogy legyen akkora tér, amekkora kell. Szerencsére egy gerendát kell középen kerülgetni, aztán meg lehet magyarázni, mi a mestergerend annak, aki beverte a fejét. Tehát ez jó. Na, de azt éreztük, hogy egyre inkább veszítjük el a kapcsolatot a malomházzal, hogy a közösség kerül ide, és akkor az egyik rosszabb gerendát, amely amúgy is itt el volt korhadva, ilyen módon itt nyitottunk vele egy rést, amin ebből a közösségi térből látszik a malomépület és ez a maga a gát, a laj, a kerék, mindenféle. Tehát hirtelen a semminek itt is lett egy értelme, hogy visszakötöm azt a közösségi teret, amiben dolgozom, abba a funkcióban, ami generálta. És ez lett a vége. Amikor ilyen fekete szöveget fognak itt alul látni, akkor azt jelenti, hogy az kapott egy díjat ezen a rendezvényen. Ha fehér lesz, akkor csak díjra jelölték. Nem voltunk olyan szerencsések, hogy a díjat nekünk adják. Van belőle egy tömeg. Ez egy másik vízimalom, egy eszenyői, ahol egy ekkora kereket találtunk a helyszínen. Aztán nekifogtunk a levéltári kutatásnak. Nagyon nem szeretjük mi az osztrákokat, de olyan becsületes munkát végeztek. Mindent úgy leegyeztek adóztatás szempontjából, ezt el nem lehet képzelni. De az nagyon jó. Még Olténiában is levonultak, csak a románokkal nem ment ez nekik, 20 év alatt feladták. Na, ez lett belőle. Gyakorlatilag megvolt az engedély a két kerékre, a kerék átmérőket is tudtuk. Egy kicsit lennebb kellett menni Gógan Rózsika nénihez, akinek megy a malma. Ő 50 évvel ezelőtt is ott volt, még most is ott van, az utolsókat ugye pontosan el tudott mondani mindent, hogy fent hogy volt, ott volt a levéltár. Tehát itt az első, az egy, mikor szétszedtük a malmot és összeraktuk, az egy tulajdonképpen egy szó szerinti rekonstrukció. Mind ott volt előttünk a mód, és azt építettük vissza, ugye? Azt raktuk össze. Ez igazából itt csak a vízi szerkezeteket rekonstruáltuk, a levéltár és a helyben megtalálható dolgok analógia, illetve a néni elmesélése alapján. Ez lett belőle. Ezt jelenti az, hogy díj közelében járt. Na hát ez nem érte meg azt a dicsőséget, hogy vele foglalkozzunk, összedőlt. Addig vitatkoztak, hogy ki a tulajdonos, amúgy mi emlékmalom. Itt civil, nagyon egyedi a kereke mifelénk, tehát az értékét, az unicitása adja. Nem, hogy nem létezik ilyen malomkerék, csak hogy mifelénk nem volt ilyen. Na ez összedőlt, ennek a kanyar fúrója gyakorlatilag ott van, hogy ez a szerkezet körülbelül felébe annyiba került, mint amennyiből a malmot meg lehetett volna menteni összedőlés előtt. Most várja, hogy jobb sorra legyen neki, és gyakorlatilag ez az állapot, ami eléggé korhat állapot, ugye akkor egy anasztilózist fog lehetővé tenni. Az anasztilózis az, amikor azt a formát, ami ott van, egy más anyagból próbálom létrehozni, hogy lássák azt, hogy az csak szugerálja, hogy az volt. A restaurálásnak volt egy korszak, amikor ezt nagyon szerették, betonból is tudták művelni. Itt most egy ilyen soft anasztilózist fogunk csinálni, vagyis tömbösített fából csináljuk meg a falakat, amiből látszik, hogy nagyon modern, amiben intarziaként berakjuk azt, amit még be lehet rakni a régi fából gyakorlatilag. Ezt még nem tudom megmutatni, és akkor mindezek a malmos múltunk után egyszer csak beállít hozzánk az eteleki polgármester, és azt mondja, hogy szeretné, hogy az ivói vízi fűrészüket rekonstruálnánk. Mondjuk valami adatotok van? Hát nincs. Telekkönyvben. Nincs. Jó, hát egy telekkönyvi bejegyzés van rajta. Most ebben az a nehéz, hogy ezek a székelyek, a templomok kapcsán már láttuk, hogy egyik helyet van torony, a másik helyet nincsen torony. Tehát ahány szék, annyiféle. Állítólag az udvarhelyi temetőben van egy sírkő, amelyiken azt írja az udvarhelyi széki ember, a csíkszéki embernek a borsa alá törjön, vagy az orra alá törjön borsot, hogy itt is jobb, mint Csíkba, a temetőben. Tehát amúgy vízifűrész létezik, például a Vasláb-Hevedérben, mondjuk 50 kilométerrel arrább, de hogy lehet elvinni egy udvarhelyi embernek egy gyergyói vízifűrészt, és megmagyarázni, hogy ez a tiéd volt? Ezt tudják, amikor hal meg egy vagy egy székely ember is átkeresztelkedik ortodoxnak. És a család ki van akadva, és kérdezik, hogy miért csinálod ezt. Azt mondja, hogy hát egyel kevesebben legyenek ők. Na, tehát ez a kis mentalitás, amiről beszélgetek, hogy nekünk óriási fejtörést okozott, hogy hogy oldjuk meg ezt a vízifűrésznek a kérdését, míg nem, hát szeretjük a jó bort is, és egy asszó eszencia mellett ritkában jut az ember hozzá, de mi felénk egy asszó eszencia mellett azt döntöttünk, hogy akkor megcsináljuk egy történelmi vízifűrésznek az eszenciáját. Mert mi is az? A nagyapám fejszerét azt már említettük, hogy az ugyanaz. Igazából a szerkezetek, a malomszerkezetek mifelénk középkoriak. A szegénység miatt nem tellett többre, de azt jól tudták csinálni. És ha kitörött egy foga, akkor azt pont olyannal pótolták, és akkor, mivel a vízifűrészről van szó, ezzel az is megtörtént, hogy elfogyott mellőle az erdő, és akkor a logisztikai problémákat nem úgy oldották meg, hogy messzebbről hozták a fát, hanem úgy, hogy közelebb vitték a fűrészt az erdőhöz. Magyarán szétszették, aztán fennebb ismét összerakták, és a fölé megépített épület az a tulajdonos mindenkori anyagi lehetőségeit, illetve a korabeli divatot tükrözte. És akkor mi ezt nagyon sarkítottuk, a szerkezet az egy középkori kézműves szerkezet, pont ugye cserélték az R-korhat sarkat, a kellett bárdalva, faragva, tehát ez ott tényleg az, amit még ki lehetett hozni ebből a helyzetből. Itt is van egy mesterségbeli gond, mert régebben egy 10 éve még az idősebb bácsik palankáccsal szépen gerendát tudtak faragni, most aki azt a felületi gerendát megcsinálja, az doktor és szobrász. Nem biztos, hogy megéri ezt a pénzért őt alkalmazni ide, tehát megint ott tartok, hogy jó volna a mesterségeket valahogy éltetni ehhez a történethez. Na térjünk vissza ide. Tehát a piros vonal alatt, ami van, az kézműves munka és egy régi szerkezetnek a lényege, ami működik. Ami fölötte van, hát miért ne lehetne egy modern ipari csarnok? Hát a mai korszakban ezt így veszük. Az anyagot azt tartjuk, ami ott volt, mert igazából ennek az a szerepe, hogy védje, tehát protezsálja azt a fűrészt, és akkor ezt az ipari csarnokot annyira áttetszővel akartuk tenni, hogy ne is legyen ott, amikor az ember nézi, ezt erre kapunk egy pár képen. És a színlevitt örökséggel ideig jutunk el, mert igazából az eredeti téma az volt, hogy rekonstruáljuk ezt a szerkezetet valamilyen szinten, de hát menet közben jön a tervezési téma bővülése, amelyik azt mondja, hogy jó, de ha eljön a turista és esik az eső, akkor ő mit fog csinálni? És hol adunk jegyet ennek a turistának? Hát mégis elég nehéz a vízi fűrész mellett ott nyújtogatni át jobbra-balra a pénzt, tehát tényleg kellett egy épület meg valami. És akkor létrejött ez az első épület, amelyik mindegy ilyen páholy gyakorlatilag ide leülve, innen majd lehet nézni, hogy indul be a malom és hogy jön ki az a deszka. Tehát itt az átlátszó malom, amiről beszél, vagy a fűrészmalomnak a szerkezete, amit mondtam, itt az archaikus része, és így egy ilyen lajon jön a víz a kerékre, ami általában egy földtöltése van, hát egy nagyon ilyen kerék, ami van, a fűrész. Ez gyakorlatilag a kettőnek az együttese, lassanként ez egy kicsit kápolna lett az eleje. Na, innen nézheti a turista, hogy indul be a fűrész, aztán itt kívül még elsétálhat, megnézheti ezt ilyen gyönyörűen. Nem ezért tettem be ezt a képet. Hagyományosan ezt nagyon ritkán választják, amikor egy favályú vezetjük a vizet. Általában a föld töltésen viszik, mert az nem korhad el. De itt, mivel be kellett mutassuk, hogy ez vízzel működik, közfűrész kapcsán a cigány mondta, hogy én értem, vagy mi hajtja? Mondták, hogy villanymotor. Mondta, hogy értem, hogy villanymotor, de mitől forog? Na. Tehát itt is gyakorlatilag ez a kis innovációt, amit betettünk, hogy itt egy lejtő van, miközben a víz szinte vízszintesen megy, az biztosítja, hogy a kisgyerek az innásővel felén tud derékmagasságból beletenyerelni, egy jól megtermett langaléta felnőtt az meg túloldalt tud beletenyerelni, itt ki is próbálják mindenki, aki kimegy, hogy hú, víz, forog, jaj, de jó. De akarunk mi ebben a székelyföldi tájban olyan nagyon markánsan jelen lenni. Tehát mi jó becsületesen háttérbe is szeretünk maradni. Azért szeretjük ezt az épületet, mert ha majd elkorhad, akkor nem marad mögöttünk semmi. Ez egy tiszta, a táj szempontjából, a kultúrtáj szempontjából, amiről beszélgettem. Ez egy téli kép, ez egy még télibb kép. Az látszik, hogy ez a fogadó épület, amiről beszélgettünk, igazából azért lett olyan, amilyen, mert amikor itt a kanyart beveszi az ember, akkor ez a perspektíva záró elem. És ezt a perspektíva záró elemet mi egy picit megnöveltük, mert mégis keltse fel a figyelmet, ugyanakkor átlátszóvá tettünk, hogy mégse legyen olyan masszív, tehát lássunk be mögé, hogy mi van. Tehát ez volt az egyik alapgondolat. Itt nagyon szépen látszik, hogy az épületek, tehát a malom igazából követi a patakmedret, ahogy ráidomul. Ezek szép téli képek, ahogy vagy áttetsző, vagy kevésbé áttetsző, ahogy látszik. És itt mondom, amit mondtam, hogy átlátszóvá akartuk tenni magát az épületet. És ezek a kis finomságok vannak, hogy ezek a deszkák nem csak így vannak betéve, hanem a zárt rész mellett először egy picit dőltve kezdtük berakni, tehát ez a deszka felület lassan kezdett kifordulni, tehát finom átmenetek vannak, az ember nem is érzi, hogy hol van a határ a természet és az épület között. Na, tehát a színrevitt örökség kapcsán összegezni azt szeretném, hogy itt van ez a nagyon romlandó faépítészet, ami örökség, ami nálunk az létezik, de hogyha nem tanuljuk meg azokat a mesterségeket becsületesen, amelyek létrehozták ezt, akkor ezt rövid időn belül erre keresztet vethetünk gyakorlatilag. Na, ez a mintha-műemlék kategória, amit most mutatok. A Szent Anna Kápolnak Gyergyó Szent Miklóson rotonda volt ez a része, a régészeti ásatás tanulsága szerint. Ezt a szakirodalom Árpád-korinak tartja. Nálunk az ásatások során az jött ki, hogy hát ez igazából Ferdinánd király érmével datálhatóan 16. századi. Ez semmi baj, székelyek a 16. században annyira szerették a régi formákat, hogy akkor is úgy építkeztek. Ezt elfogadjuk el tőlük, majd fogjuk látni a barokk templomainknak gyönyörű szép gótikus jellegű fedélszerkezetei vannak. Na, az a lényeg, hogy ezzel, ez egy búcsújáró hely, és ezzel úgy jártunk el, mintha mi emlék lett volna gyakorlatilag a restaurálás során. Tehát csináltuk volna másképpen is, kortársabbul is. Itt azt gondoltuk, hogy ez egy búcsújáró hely, megvan a saját története neki, nem akarok ebbe belemenni. Lármafával innen riasztottak, ha szükség volt. Tehát ezt meg kell tartani úgy, ahogy volt. Igazából annyit csináltunk, hogy a belül egy ilyen kis koronát kapott a rotonda része, hogy aki alá beáll, az rendesen lássa, illetve a történelmi korszakait lehatároltuk neki. Ami középkori, az középkori, ami barokk kiegészítés, az barokk kiegészítés. Ez nyilván az ember ránézi, látja a két különbözőséget, valahogy fejbe összerakja ezt a középkori kanálhátas vakolatot egy barokk vakolattal, hogy az mi történik ott. Ami a nyakunkba szakadt, mi ezzel nem akartunk foglalkozni, építészek vagyunk, és urbanisztikával is foglalkoztunk, azok a műemlékek. Ha senki nem foglalkozik velük, akkor mi lesz? Mi lesz a sorsuk? Ez a kérdés volt. Itt igazából pár esetet mutatok meg. Ez a Göröcsfalvi templom. Így nézett ki a torony előtte, falkutatás után, ez a torony állapot előtte, falkutatásból látunk pár képet. Ez, amit ki lehetett hozni. Most lehet, hogy túl van lihegve ez egy picit, pedig próbáltunk finoman behangolni, hogy ez ne legyen zavaró. Képzeljék el, hogy 100 évig nálunk nem lehetett történelemről beszélni. És közben megépülnek ortodox kolostorok, amelyek pont úgy néznek ki, mint az előtt 200 évvel ezelőttiek. Most azon el kell végezni azon egy falkutatást, és akkor rögtön kiderül a turpiság. Úgyhogy itt mi a falkutatásokat olyan szinten próbáljuk ezekből a templomokból kihozni, hogy ami egyszer kikerül, az a valamit kezdünk. Na most az a helyzet van, hogy a kisgyerek első nap elmegy óvodába, ránéz az óvonéni, és azt mondja, hogy jaj, de szép a hosszú csíkos nadrágot. Másnap elmegy az óvodába egy ilyen keresztbe csíkos inger, és az óvonéni ránéz, és mondja, jaj, de szép a keresztbe a csíkos inget. Harmadik nap elmegy a pöttyös nyakkendőjével, ugye ilyen hazasólymai vagy ilyen, és jaj, de szép a pöttyös nyakkendő. És akkor a gyerek tetszeni akar az óvónéninek, a szülinapján felöltözik mindezikbe, az óvónéni ránéz, de hülyén nézek ki. Na tehát itt az a kérdés, hogy egy ilyennél mit kezd az ember, hogy ez a sok össze-visszasága, ami itt van, ez mégis olvasható legyen, jól megférjen egymással, történelmileg is hű legyen. Bizonyos korszakokban szerettek nagyon élénk színekkel pancsolni, máskor visszafogottabbak voltak, tehát ez egy kérdés, hogy haladunk ezzel. És akkor kicsit ennél például megnyugodtunk. Megnyugvás abból állt, hogy mondtuk, hogy a falakról a vakolat nedves, jó nyugodtan lehet verni a vakolatot, mert lám-lám azt írja itt a Domus Ecclesiában, hogy a Domus Historiában az Ecclesiának, bocsánat, hogy a templom, latinul persze, hogy a templomot 3 öllel megszélesítették. Tehát a templomot szélesítették, mit csinál az ember? Megnézi gyorsan a déli falon, valami történik-e? Nem, jó, az északi fallal. Nem. Nyugodtan. Csak megnyugvásul mondom, hogy azt mondják, hogy mifelénk sokan nem beszélnek jól románul, pedig ez nagy kár, hogy akkor sem beszéltek jól latinul, mert tulajdonképpen a templomot 3 öllel hosszabbították meg. Csak jelen kell lenni az építőtelepén, tehát ezért nem szabad messzire munkát vállalni, mert a jelenlét során az derült ki, hogy nem csak, hogy kívül festette ez az egész dolog, hanem itt egy kicsit előre szaladok, bent van egy gyönyörű, nagyon kvalitásos feszület. Freskó szépen a szentélyben. Tehát a szentély fala gyakorlatilag ennyi festett volt, és még más dolgok is kerültek előbből a templomból. Na, itt tartottunk a falkutatás során, kis mérnöki problémák, Ennél aztán látunk nagyobbakat is. Nagyon szép ez a gótikus fedélszerkezet, amúgy azon a barokk templomon, ami a toronynál volt barokk, de ilyen jellegű fedélszerkezetek. Amikor kifödődnek, akkor az nagyon-nagyon szép. És itt látszik az a kis szakmérnöki lecke felmondva, amit az ember megtanul. Kis faanyagkárosodások, csereptípusok, födés, kínlódás, a freskó, amiről beszélgettünk, a kis restaurálás, új fénybe helyezése egy történelmi tárgynak, egy szárnyas oltár, amikor alulról kap fényt a szentély, ez egy teljesen olyan perspektívát hozzá elő, mint az őseink nem láthattak, de esetenként érdemes megnézni. És ez a végeredmény gyakorlatilag. Ez a román építészeti biennálénak a restaurálás szekción kapott jelölést. Másik barokk templomtorony, szép gyönyörű sisakja van, Gyergyóalfaluban. Itt írnak is fel rajta mindenfélét, többek között azt, hogy ezt a templomot 1213-ban csinálták, ezt a templomtornyot. Ez lett belőle, van egy középkori rétege, még egy középkori rétege, és az arra jött rá a barokk. Ezt az 1213-as évszámot sehogy sem sikerült bebizonyítani a helyi közösségnek. Azt tudjuk, hogy most már a 14. század előtt volt temploma. Ez biztos. Nem akarom elmondani a történetet, hogy ez hogy áll össze, hogy előtte volt temploma, de az egyetlen konkrét szám, amit a templomoknál tudunk, az a pápai tizedjegyzékek, hogy megjelenik, vagy nem 1332-ben, mifelénk. De 1213-ra pontosan akkor Alfaluba a templomot csináltak, ezt nem tudjuk. Tényleg régészek dolgok, mind nagyon szépen összeállt a kép, hogy áll ez a templomtorony, ezzel csak egyetlen egy baj volt, hogy az egyház tanács, főleg a gondnok, azt mondta, hogy higgyék el nekem, biztos 1213-ban volt ez a templom, higgyék el, mert a mi őseink, tehát a mi őseink biztosan nem hazudtak. Most az 1213-as évszám, egy 1713-asnak az olvasata rosszul másolták át később, tehát ugye az írás változik az idők folyamán, de ezzel a dologgal, hogy higgyék el, hogy a mi őseink nem hazudtak, ezzel nehéz volt amit kezdeni. Meg is magyaráztuk, hogy az ősei, és az enyémek sem, hogyha székelyek, akkor még 1213-ban ott nem voltak. Tehát akkor a Magyar Királyság volt szépen berendezkedve, és mi még szanaszét hol a bihari hercegségben, hol máshol őriztük a trónörököst. Tehát ez a korszakot, a tatárjárás előtt egy kicsivel meg is érkezünk oda. Tehát az ősei 1213-ban nem. Na de hát nem hazudtak. Na ez a mi jön elő szépen, a toronyóra, a vakolatok, és akkor ugye a hozzátoldott barokk rész, ami itt van, ez a templom megint megállt a saját útját. Ez az a portálja, ami két részből áll össze, és ami lassanként az néz ki, hogy ez a régi templomnak, a 14. századinak lehetett a főportálja. Az volt a lényeg, hogy kellett csinálni egy emlékművet mellé, hogy a hagyomány szerint a Gyergyó-Alfaluji templom 1213-as. Tehát itt van a szépen felújított templom, itt van mellette meg a hagyomány, amit mondott. Tehát gyakorlatilag most már teljesen érthetővé a számomra, hogy mi az a történelem, amit szakemberek próbálnak összerakni, és mi az, hogy szakrális történelem. Abszolút jó a történet, hogy a legendáink hogy mondnak, biztos igazat mondanak, kicsit az időket valahogy másképpen kell összerakjuk benne, és jó lesz. Na, Gyergyó Szent Miklóson vagyunk, itt a torony nem tartogatott semmiféle meglepetést, a vakolatot 1977-ben leverték róla. Karcolva nem mutattam meg azok kicsi részleteket, a bekarcolásokat, a védett helyeken megmaradt színfoltokat, amik igazából izgalmassá teszik, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, hogy szedi elő az ember a színeket. Volt egy toronyra. Na itt a belsővel volt egy kis bajunk. Nagyon kvalitásos a templomnak a barokk oltára. Most persze ez egy... Mondjuk egy ausztriai oltárhoz képest egy középmezőny, ami itt van, de nálunk, ami ott volt, ez egy nagyon környék legirgalmasabb oltára. És ezt 1990-ben a templom átrendezésénél itt a boltozatok, ezek a fiókokat gyakorlatilag kifestette egy művésznő, amivel a templom belsőnek azt a részét, hogy erre az oltárra így lehetett rálátni, tehát így eregeti az aranyozott pipafüstöt az oltár, így ebbe az érzésbe, ebben nagyon beleszólnak ezek a képek. Mi mindenképpen ezt szerettük volna visszahozni, és ezeket a festményeket innen olyan módon lefődni, hogy az később, ha valaki akarja, akkor újra tárja fel, erre lehetőség van. Ennek egyetlen egy baja volt ennek a történetnek, az, hogy a szerzői jog. Ez nagyon kemény. Úgyhogy a szerzői jog miatt ezek nem tűntek el a templom belsőből, és most ez a templom belső, ami van, egy ilyen köztes állapot. Falkutatás, kis helyreállítások, a sekrestyehajtó, szintén falkutatás ezen a hátsó részen, ami kell egy lovas századnak, határőr századnak a hangszerei, hangszertörténet szempontjából itt van a falon, aztán gyalogosok is voltak. Itt az látszik a helyreállított állapot, még előbb restaurálva volt a sekrestyehajtó fölötti része, azzal a kis strategióval a kiegészített részeket ilyen vonalkázással oldották meg. Itt egyszerűen anyagi forrás hiányában nem szedtük le, nem tartottuk fel a teljes kifestést, hanem megnéztük, hogy hogy volt kifestve, és egyszerűen a sok meszelés réteg fölé felfestették azt, ami alatta van, gyakorlatilag megjelenítve a templom térbe, hogy hogy néz ki, ugyanakkor óva az eredetit, főleg azért, mert kézzel ezeken a részeken lehet szépen tapogatni, súrolni, tehát nagyon könnyen el lehet veszteni azt a részt, és akkor igazából meg akartuk jelenteni a templom belsejét, hogy színes volt, de egy kicsit itt csúsztattunk. Ezt az ajtót ki akarták dobni, és semmire se jó. Szép 100 éves tölgyfajtó, ez lett belőle, nagyon büszkék rá. És az a fedésszerkezet, ami igazából egy történelmi fedésszerkezet át lett alakítva, nem akarok részletekbe belemenni. Ugorjunk egy picit, egyik legizgalmasabb feladat a székelydájai templom volt. Romániában, műemlékvédelemben a pénzek azok ilyen időszakos pénzek, hogy időnként locsannak, aztán semmi sem történik. Ez általában olyankor jön rengeteg pénz, amikor az Unió megdobja a műemlékvédelmi hivatalt. Mivel senki se tud kiszámíthatóan ezekre számítani, ezért páran dolgoznak műemlékvédelemben, és akkor ilyenkor van egy olyan helyzet, hogy mindenki kapkod, csinálna valamit, és igazából akkor azt jelenti, hogy az Európai Uniós pénzek azok kéne legyenek a haba tortán, de hát alul hiányzik a torta, a haba alól. Tehát, és ennek a példája, hogyha nem vonnának az Európai Uniós pénzek, és miért kell ezzel foglalkozni, az pontosan a székelydájai templom, amelyeket a román műemlékvédelmi hivatal pénzén gyakorlatilag 25 év alatt sikerült román restaurálni. Tehát addig folytott a restaurálási munka olyan tempóban, hogy a vakolatleverések, feltárások, erősítések, mindig csak egy kicsi, hogy felnőtt egy generáció, melyik nem járt templomba, tehát nem a saját templomába járt, egy református templomról van szó, és ennek a templomnak a különös értékét azt adja ez a kifestett szép mennyezeten túl, hogy ezen van például ugye a Dózsa felkerést két helyen verik le egyszerre. Szapolyai nagyot kockáztat, amikor a székelyeket elküldi, és a románokat és a szászokat Kolozsvár alá, hogy elkapni az erdélyi részeket, és ő jön Temesvár alá, kevesebb székelyel és a többi haddal. Tehát amikor megosztja a hadait, nagyot kockáztat, de bejön neki. Tehát a Kolozsvárnál Balabási Lénárd, erdélyi alvajda, a Barabási Albert Lászlónak, a hálózatkutatónak valamelyik őse veri le a kolozsvári részen a lázadókat, és neki a címere is itt van fent ezen a mennyezeten. Tehát a címere ábrázolása szépen gyönyörűen megvan ezen a kifestésen. Na, nem mi kezdtük el ezt a dolgot, a pénzhiány miatt sokan kiszálltak, kitáncoltak ebből. Mi tartottuk, hogy valamilyen szinten becsületbeli kötelességünk, itt Makai Dorottyáikkal dolgoztunk együtt, egy kolozsvári statikus műhely. Itt az a tipikus példa volt, hogy vajon a bordázat tartja-e a boltozatot, vagy a boltozathoz vannak hozzáragasztva a bordázatok. Erre azért nem lehetett választani, mert időnként a bordázat elemei közé lehetett közé benyúlni, ilyen új vastagsággal, időnként meg a bordázat és a boltozat közé gyakorlatilag. Na. A standard eljárás ilyenkor az szokott lenni, hogy mivel ez kerámiából készült, megfúrják ezeket a kerámia elemeket, csapokat visznek föl a mennyezet föl, és azt fölül betonozzák valamilyen szinten. Ez egy ilyen standard Románia eljárás. Hát azért nagyon szép lett volna, csak az volt a gond, hogy ez a freskó, ez a vakolat, bocsánat, ami itt volt, és ez a festett mennyezet, ez gyakorlatilag el volt távolodva sok helyen az őt hordozó téglaboltozattól. Tehát bármilyen kis remegésre ez lepotyogott volna. Szegény Balabási Albert Lénárd ugye mit szól ahhoz, hogy mi csak úgy verjük le a címerét, nem? Tehát Kolozsváron ezt most csinálják a funár alatt, bocsánat, a bok alatt. Na, hát ilyen szép vonóvasak voltak betéve ide, és ez nagyon-nagyon rosszul nézett ez ki. Mi ezeket kiszedtük onnan, a kazettás mennyezet az megint egy nagyon szép téma, egy Szent Mihály freskó, Tehát falkép, itt gyakorlatilag a feltárás pillanatában, az, hogy ezt restaurálták, itt egy nyilazó kun, ugye itt van a restaurálásnak ez a stratégiával elvégzett módozata, hogy ezt megcsinálták, és gyakorlatilag itt most már a helyreállított mennyezetét kezdtük látni, nem történt semmi. Ilyenkor bejönnek, eznek egy rakáspénzt elköltöttetek, és nem látszik. Nem tudok ennél más mondani, tehát mondom, hogy le van parkolva egy Boeing 747-es, 5 centivel arrább kéne tenni, de az úgy történik, hogy felszáll és leszáll 5 centivel arrább, azt kilátta senki. De hát mekkora erőfeszítés az, hogy... Na, egy sosem volt kápolna kapcsán, egy másik szegmenset mutatok be. Második Rákóczi György erdélyi fejedelemnek ugye van ez a szerencsétlen lengyelországi hadjárata, amiért kárhoztatjuk őt. Hát el kell olvasni Zrínyi Miklósnak, a hadvezérnek a leveleit, gyönyörűen az unokának, ugye a költőnek, a leveleit, amit Rákóczi Györgyhöz intézett, és ő is elmondja, hogy milyen jó dolog volna, neked is pontosan sikerülne, amit a Báthorinak sikerült, hogy lengyel király lettél, tehát ők is biztatja, tehát a korabeliek nem úgy látták, hogy mekkora tragédia. Amit a korabeliek nem láttak, az az, hogy a szultán éppen szárazföldön készült egy nagy ellencsapást végrehajtani Velence ellen, aki éppen egy picivel korábban verte őt tönkre a tengeren. És Rákóczinak ez a húzása gyakorlatilag azzal jár, hogy a szultán nem tudja ezt a hadjáratot elindítani, mert hát borul a kép Lengyelországban, meg mindenütt, és szörnyen dühös az erdélyi fejedelemre, úgyhogy Kalotaszegnek a pusztulás ekkor következik be, mert a krimi tatároktól kezdve az összes török hadát, ami minden van, azt Erdélyre bocsátja. Kós Károly vajra nemzetségét, ha olvassátok, akkor leírja ezt, hogy mi történt Kalotaszegen. Gyergyóban az történt, hogy a székely haderő az becsületesen, hogy addig is tette a dolgát a király előtt, király után, mikor, ha a király előre ment, akkor előtte, ha hátra, akkor mögötte. Tette a dolgát, de hát ez fogságba esett. Jöttek a tatárok ide is, és itt az történt, hogy egy jó kis cselvetéssel, nagyon kevés otthon maradt székely gyerekek, akik fegyverforgató volt, sokkal nagyobb tatárhadat sikerült törbe csalni. Lehet, hogy moldvai volt, lehet, hogy tatár, nem tudjuk. A lényeg az, hogy legenda szerint itt olyan nők dolgoztak, Puskás Kalári, aki állítólag 7 tatárt szúrt le egy nyással, és aznap még szült gyereket 2. Tehát Bethlen Gáborról mondják, hogy az anyai nagybátyja Lázár István ugye nevelte nem sok tudományra, de a székelyek szigorú fegyelmébe. Hát körülbelül ez a székelyek szigorú fegyelme, amit ott másképp nem lehetett túlélni, ami ott volt. De ezt nem jött, hogy higgyék. Most a Bálkainé legendáját sem akarom elmondani, hogy meghalt egy asszony, akit Szárhegyi Fekete asszonynak hívnak, és állítólag Dózsa György özvegye volt, odavonult vissza, és akkor az feltámadt és mondta, hogy mit csinálnak. Tehát annyira nem jött a korabelieknek se, hogy higgyék, hogy ezt megvertek annyi betolakodót, hogy kicsit legenda lett ebből a történetből. Ez nagyon jó, csak általában egy győztes csata után ott mifelénk szoktak emelni egy kápolnát, templomot, valamit. Tehát Hunyadi János Maros Szent Imre után egyből 4-et. Maros Szent Imre tővistésre. Moldvában is divat volt ez a fejedelem esetében mindenféle. Hát itt nálunk a székelyeknél elsősorban, mivel nem voltak ilyen nagy patrónusok a katonai demokrácia miatt, másrészt a pénz az kellett abból, hogy a tatárfogságba esett székelyeket valahogy váltsák ki, hát a kápolna építés elmaradt. Böjte Csaba jön azzal a gondolattal, hogy hát itt kéne egy olyan dolog, hogy végre egy hely, ahol pozitívan jöttünk ki ebből a történetből, hogy jöttek a törökök, jöttek a tatárok, és akkor persze vannak történetek, csak nem meséljük el. Hát 1343-44-ben, vagy 45-46-ban, bocsánat, az aranyhordát a székelyek szorítják ki Moldvából. Ezt nem meséljük el. Na, tehát kéne egy olyan rész, ahol ők itt miséznek az emlékhely tiszteletére, tehát kellene neki egy kápolna, de színpad is kellene legyen, és akkor bejött ezzel a megbízással hozzánk, hogy valamit kezdjünk. Mi ezt csináltuk, hogy hát erről, hogyha nagyon messziről nézem, akkor nem tudom megmondani, hogy huszársisak vagy egy keleti sisak. Tehát, és a vértel kezdtünk játszani, ami egymásba csúszik. És ez a szerkezet, ez kiválóan adja, tehát ez a szerkezet, amit itt látunk, kiválóan azt a lehetőséget adta, hogy torzióként működjön és álljon, lábon maradjon. Tehát semmiféle más szerkezet nélkül, mint egy páncél, gyakorlatilag ez a szerkezet képes megállni, itt van benne a sisak, keresztet se tettünk rá, mert egyetemesebb lett, és igazából ez a tatárdombi színpad ezt eredményezte a tájban. Egy kicsit a kivitelező elrontotta, ez a fele magasabb kéne legyen, jobban néz neki, de amikor ábrázoló geometriáról beszélgettünk, hogy két ívnek a metszése ív, vagy egyenes, akkor ő ezt egyenesnek tartotta, mert utólag kiderült, könnyen volt ezt megcsinálni, a logikáját nem értettük. Ezt a két szárnyat lefektette a földre, ezt sarokként használta, földön megépítette, utána egy darúval felhúzta ezt a dolgot, és ettől lett ez a történet. Neki egyenesen könnyebb volt. Tehát, hogyha ezt nem hallgatja el, akkor ez még be is lehetett volna számítani a történetbe. Bár valami történt. Jó. 3 harangláb, egy másik kápolna, amiről beszélgetünk. Az első az a ditrói temetőben készült. Mivel megegyeztünk az elején, hogy a szegek, de ez a tízesek, ezek nem épültek soha össze, és a templom se épült be ezek közé, hogy nehogy leégjen. A templomot nem nagyon szerettek védelmi szélból fallal körülvenni, ezt a fejedelem megrakta a katonával, de hogy ne égjen le, a templomot sose volt be a tízesekbe, hanem a helyét a csengettyű használta. Tehát mégiscsak kellett jelezni, hogy jön a tatár valahol, akkor azt a csengettyű jelözte, de a nap azzal kezdődött, hogy csendítettek, és este is azzal ült el. Na, tehát a csengettyű, vagyis a harangláb az egy erős közösségnek a tanújele. Mivel mi nem akartunk a temetőben egy nagyon erős közösséget megjeleníteni, mégsem az erősséget nem ott kell felmutatni, ezért azt a viccet csináltuk meg, hogy amikor bemegyünk a temetőbe, akkor ezt nem látjuk. Tehát ez a haranglábunk átlátszó. Így néz ki amúgy becsületesen. Szépen öregedik, itt egy pár előképet mutatok, hogy a hosszú hevederek, rúdak fel vannak állítva, egy fának támasztva, és a kásztába szárad a gerenda. Hát ez lett a harangláb gyakorlatilag. Másik oldalról is átlátszó, csak nem annyi mértékben. Ez egy másik harangláb, amelyeket egy mostani munkában, amelyiken falu felmérésben azt mondják, hogy milyen szépen restaurálták ezt a haranglábat. Hát igen, az anyagok szépek benne. Egykori iskola épületéről van szó itt, nem nagy méret, és nem is akartuk meghaladni, és ezzel kezdtünk el itt foglalkozni. Az az izgalmas, hogy ez a haranglábat szerkezeti merevítésbe ez a ferde felület oldja meg a merevítését. Ezért tud ez így állni, ahogy áll. És ez maga a kápolna, ami lett az iskolából. Ennek van egy nagyon archaikus előképe, nálunk az útmenti keresztek, ahogy meg vannak oldva. Itt szándékosan ezért használunk zsindályt ezen. És ez a belseje. Tehát egy létező épületből ezt lehetett kihozni. Amúgy modernebbet csináltunk volna, a második vatikáni zsinat az a központi térről szól, de hogy mondjam, az embernek van egy öröksége, akkor alkalmazkodik hozzá, és megnézi, mit lehet belőle kihozni. Tehát ez az a tér, ami létrejött ezen a kápolnán. Ez a harmadik kápolna. Ez egy tömbháznegyed kellős közepében van, szélén, peremén van. Itt elhatárolódtunk a tömbháznegyedtől, másik oldalon van egy park, tehát ez az elhatárolódás, ez a park felenyit, és igazából a fő irányba, a fő csapás irányba, amelyek egy sugárúton itt át lehet látni a templomon, abban az irányban, ezen a haranglábon is át lehet látni. Mint ahogy a templom belsőn is itt át lehet látni gyakorlatilag korábbi munkánk. Plusz-minusz 100 év. Egy történelmi városközpont gondozása. Gyergyó Szent Miklósról van szó, nagyon szép, ahogy az örmények és a fejlődés kikényszeríti a várost ebből a tájból. Hát a piac az lassanként vonul be a vitrinek mögé, a kirakatok mögé. Nagyon szép várostörténet van, ezt lehet látni. Ez egy Vákár Tibor felvétel, azt mutatja be, gyakorlatilag, hogy mekkora erőfeszítés kell, amikor a telekhatáron a tűzfalakat váltják ki ezzel a kirakattal itt, hogy a tulajdont a szocializmusban felszámolják. Az, hogy ne lehessen visszaállítani, kinek hol volt a tulajdon, ne legyen határ, hogy ez az enyém, ez a tiéd, hanem ez a miénk. Tehát ez a városközponttal körülbelül így bántak el. Ez a polgármesteri hivatal épülete. Úgy kerültünk képbe, hogy a polgármester ki akarta cseréltetni az ablakokat, és utána megkérdeztük, hogy te János, milyen erkölcsi alapod van utána számon kérni az a történelmi nyilászáróknak a megőrzését, ha te magad dobod ki elsőnek. Na, itt igazából ez lett a helyreállítás során. Ez egy másik példa, amikor egy fényképnek az ívessége, amit átépítettek, után tudtunk rekonstruálni Hát de úgyhogy látható mai, mert ilyen nem volt Gyergyóban, de az éreztetni milyen lehetett ez a világ. És külön sikertörténet, hogy ezt úgy sikerült megcsinálni, hogy az emeleti tulajdonos be akarta építeni a tetőteret, viszonylag gazdagabb ember, és akkor sikerült rábeszéljük, hogy hát jó, de azt megcsinálod, gyere a földszinten kezdjél valamit ezzel, mert így nem jó. Hogy néz ki egy ilyen csúfépületnek a tetőterét, olyan szépen megcsinálod. És vállalta ezt a pluszköltséget. Ez egy régebbi munkánk, amikor egy reklámtábla, tehát igazából egy mészárszékról van szó, történelmi környezetben el is mondható becsületesen. Egy következő téma, amit érintenék, az a parasztházaknak a színeváltozásai. A divattal mindig lépést kell tartani, és akkor ebből mi jön elő, azt fogjuk látni. Itt ugyanaz a ház a helyreállítás közben és a helyreállítás előtt. Tehát így nézett ki 1930 körül a kockaházak, nem pont olyanok, mint a Kádár kockák, de hasonlítanak, képére egy kicsit átalakult, és akkor aztán idő után visszaalakult. És kicsit nagyobb keretet szeretnék nyitani ennek a témának, a házak színeváltozásainak, mert itt egy csíkszentdomokosi 1960-as évekbeli utcarészletet mutatok, amelyiken még a füst az felmegy a padlásra és füstjükon távozik. Ma ugyanazt az utcaképet nagyjából hagyományosnak tartható még, amikor cseréppel és kéménnyel néz ki, és mi azt mondjuk, hogy hagyományos, és a hagyományban lám 50 év alatt ekkora változás. Tehát itt igazából a gyergyói házakat mutatom meg, a 18. század végétől a 20. század közepéig generációként mindenki kicserélte a házát, lett egy saját háztípus, de ez egy szerves fejlődés, amiről itt fenn beszélgetek, tehát annyira szerves fejlődés, amely során azt mondom, hogy a hagyománynak nem a kortárs az ellentetje, hanem a haszontalan. Tehát minden, ami haszontalan, az kikopik a hagyományból, és minden, aminek helye van benne, és meg valahogy meg tudják engedni, egy józan paraszti észre, oda csiszolódik, hogy hagyomány lesz. Itt szépen mutatom azt, hogy a település kép az 1930-as évektől hogy fejlődik a 2000-es évekig. Tehát itt szép parasztházak vannak, aztán megjelenik ez a kockaház, ami ritmusában, ezzel a kis töréssel, és ezért mondtam, hogy egy picivel jobban sikerültek, mint a Kádár kockák, mert a faluképben az út mentén hosszan nézve ez a kis törés, itt ami van, mégis tartja az utcafront hagyományos házainak a ritmusát, de ez azzal jár, hogy itt amíg van egy becsületes fa, amelyik árnyékot tart, és ez általában egy gyümölcsfa, és valahogy úgy volt a szomszédságban kialakulva, hogy Teréznénieknek volt egy piros belükörtéjük, előtte egy kicsivel volt egy június végén még nem, de július közepére érő körte, hátul két házal hátrább téli körték voltak, szemben augusztusban érett a körte, nagy fák voltak, becsületes nagy fák, árnyékot tartottak, és mindenkinél friss körte volt, szezonálisan, mert akinek éppen akkor termett a fá, küldött mindenkinek, és visszakapta. Na azon túl, hogy árnyékot tartott ez a fa, azon túl ugye élelmezte ezt a kis közösséget, a kockaházzal ki kell vágni ezt a fát. Hát ezekből a körtékből, amikről én beszélgetek, azok már nem maradt semmi. Nem csak a tűzharmat vitte el, a tüzelhalás, hanem ez is. Aztán a 80-as években azt mondta Ceausescu, hogy nem lehet ilyen házakat építeni, emeletes házakat kell építeni, mert hát itt a falvak megszűnnek, városok lesznek, tehát abba az irányba kell haladni. Most azon túl beárnyékolja a szomszédot, a faluképben jelent valamit. És akkor utána jönnek 90 után a parasztok egyszerű logikájával, hogy minél kevesebb cserepet kell elvágni, és na, ha a szomszédnak akkora háza vannak, nekem ilyen kicsike, hogy lehet. Erre megint egy viccet kell elmondjak, találkozik a Székely a jó tündérre, és kéri tőle, hogy hát teljesítem 3 kívánságodat. És mondja, hogy hát jó, az első az legyen te. Legyen egy gyönyörű szép aranyozott hintó. Ura akarok lenni. Jó, ott van. Legyen 6 gyönyörű lipicai ló benne. Ott van. Na most ide figyelj, a nyergesnek a bal fülébe ott elől legyen egy béka. Mi? A nyergesnek a bal fülébe ott elől legyen egy béka. Jó, nézd, ott lesz a béka. Kérhetnél akármit, teljesíteném, mindent. Teljesítem ezt a béka dolgot is, de egy feltétlenül van, mondd meg, hogy miért. Hát azért, hogy csak nem képzeled, hogy én mondom a lovaknak azt, hogy... Na szóval, ha a szomszédnak ekkora háza van, akkor nekem az a kicsi ott nem jó, na. És akkor ez születik. Tehát igazából, amikor későbben a színre vitt örökségről beszélgettem azelőtt, itt meg az látszik, hogy míg ezek jó kikísérletezett modellek voltak, itt ki mit tud. Tehát ez a ki mit tud házak, Na, ilyen környezetben kell dolgozni, és akkor ez fontosnak tartottuk, hogy megírjuk ezt a kis építészeti kalauzt. Tehát gyakorlatilag hátán cipeli az örökséget, és pár pénzért láhóba valószínűleg elesik, vagy pedig az Európai Uniós pénzek vonzatába így kell gazdálkodni az energiát. Jó kis karikatúrák is vannak benne. És akkor az első, amit bemutatok, az egy Kuriának a restaurálása, Benedek Kuriának a restaurálása. Ilyen szép barokszerű teteje van. Ez az állapota 1930-ben, ez 2016-ban, tehát látszik a változás, ez a felújított állapot. Itt, amikor valamit rosszul restaurálnak, azt mutatja be, a 90-es években történt egy beavatkozás, amikor a vonogerendát elvágták itt, és igazából az épület tetőnek a szerkezetének a logikáját teljesen átalakították, egy ilyen dzsungel lett belőle. Gyakorlatilag úgy tudták megerősíteni. Még ezt csak úgy tudtuk kibontani erre a tisztaságra, hogy az egykori vonogerenda helyett fölé tettünk egy vonogerendát, amiben bele tudtuk a szarufa végeket illeszteni. A tetőn, itt valahol egy alátámasztásban megmutattam, itt volt az eredeti oszlop, ezt lehoztuk, és ennek a mintájára, hát Esztergán nem, az kézzel, ugye, hogy annak idején is csinálhatott az ottani ember, megcsináltuk ezeket az oszlopokat, ehelyett a valami cifraság helyett, amit ide csináltak, mert érezték, hogy valami baj van az oszloppal, és nem tudom, hogy mi lett ilyen. Na és itt látszik, hogy a régi oszlop hogy éli a saját életét túl. A legértékesebb része a homlokzatnak ez a barokk vakolat volt, 1940-ből, itt megint ez a kis idő eltolódás az jelen van. Ez mind nem, tehát le volt már, tehát jött le innen, aztán szépen a restaurálás során ide alakult. Egy falkutatást mutatok közelről, egy kifestést az alapján, a belső fagerendáknak és a deszkázatnak a kiegészítéseit és a restaurálásnak egy bizonyos fázisát mutatom meg, a tereket, amik itt vannak. A régi padlóból ennyit sikerült megmenteni, visszarakni, mert el volt korhadva, hogy tegyük ezt, hát egy ilyen paszpartuba tettük az új padló közébe. Előkerült egy viszonylag késői polgári kifestés, de nem sok van mifelénk, úgyhogy ezt is bemutattuk. És a nagy gondolat az volt, hogy tudtuk, ilyenek voltak az eredeti ablakok, tényleg korabeli ablakok voltak, más gyergyői épületek, múzeum, stb. Alapján csak fenyőfából. Ilyenre kellett volna az egészet cserélni, de erre nem volt pénz. És ezt úgy oldottuk meg, hogy akkor csináltunk egy ablakfejlődést. Történelmében bemutattuk az épületen, hogy alakulnak az ablakok. Itt az látszik, hogy az osztót vágták ki. Tehát az ablakban itt volt egy osztó, itt éppen az osztónak a kivágását mutatjuk, szépen feltárjuk a festésrétegeket, és akkor a helyreállított ablakok közül ez az eredeti, ez az, amikor már az osztót kiveszik belőle, mert hát így kicsit gazdaságosabb, ez egy rekonstrukció, egy ajtórekonstrukció, amit a padláson van. Ezt szépen így képzeltek el a 90-es években, ezt a szárnyas ajtót így kétfele nyílik ki, ezt meg is csinálták, egyetlen egy baj van, ilyen mifelénk nem volt, mifelénk az volt, hogy fele nyílt ki, aztán a másik fele még egyszer, mert ez télen energiatakarékos volt, nem kellett kinyitani az egész külső ajtót, mégiscsak ott maradt a meleg. Tehát az egész házon nem cserélhettük le ezt ilyen újra, mert akkor hol marad a réginek a patinája, úgyhogy ezt a feles arányból oldottuk meg, hogy ahol nem volt ilyen, oda tettünk ilyet, és aztán, amikor ez szépen ilyen színű lesz mindez, akkor levesszük ezt, és egyszer teszünk majd olyat, amilyen kell. De egy akkor ránéz az ember, hogy mégiscsak maradt abból az időből valami ott. Tehát egy nagyon fontos dolog. A tornásznál ugyanígy jártunk el, ide kicsit megmutattuk, hogy a 2016-os vakolatot ez alapján, a textúra alapján tudjátok beazonosítani, mert a többi az a régi. Tehát, hogyha meg akarod nézni, mi hol van, akkor jó szórakozást. Ez lett a ház oldalról. És már is eljutottunk az a házhoz, amelyiket mondtam, hogy így nézett ki a kockaházak divatja után. Mi meg ide szépen visszaidomítottuk a faluképbe. Ez az átalakulás, az a kezdés előtti állapot, ahol ez a kicsit modernizmusra hajazó homlokzat mögött, ott volt a régi homlokzat, mi ezt kibontottuk. Ez a padlás létre a tetőtétből került elő. Szintén a felületeknek az öregedése, amiről beszélgetünk. Ez a belső térre, hogy lehet itt lakni benne. Nagyon perverz dolog, hogy a kis ablakról az utcára kitekinteni, mindent lát az ember, mi történik az utcán. A tiszta szobának az új funkciója, hogy kukkolni, mi történik az utcán. Az jó kis munkafelület, mert mégis ez a legzajosabb, tehát aludni nem itt kell, ha nem muszáj. A kemence és a konyha, hogy alakul, aztán elkerült egy régi évszám is innen. És ez egy másik ház, amikor nem visszacsinálunk egy házat, hanem egy emlékekben mind ilyen házak voltak itt, Itt ez a ház kilógott belőle, amúgy ez is egy itteni ház, de ebbe az összképből kilógott, és egy kicsit visszacsinálni azt, ami az emlékekben volt, és hogy lehet viszonylag modernül lakni egy régi házban, tehát az örökséget hogy lehet tovább gondolni a mának. Én személy szerint azt tartom, hogy erdélyi értelmiségének erkölcsi csőd új házat építeni, mikor annyi régit lehetne tovább gondolni a mának. Tehát mi szeretjük növelni a településeinket, de hát csomó üres ház van bent, ezek elhalnak, aztán a romtelepen át hogy lehet iskolába küldeni a gyereket? Tehát milyen érzés, nem? Na. Tehát akkor ezekkel kellene valamit kezdeni, és erre egy példa, a régi bútornak is megvan a helye, lehet új bútort kitalálni, amelyik a régi világban van, a kemencét, a kandallóként is újra lehet fogalmazni. És nagyon fontos, mesterségeket éltetni kell. Ha nem tud olyan zsindert csinálni, amelyik kint állja a helyét, akkor először kell növelni a zsindelrendelést, hogy ne hagyja abban. Ha csak kívül fel lehet tenni a zsindert, akkor belül is fel lehet kiszerelőztetve tenni, tehát nem fog meggondolni. Aztán egy idő után lehet neki mondani, hogy ide figyelj, kéne egy kicsit másibb zsinder, és akkor többet fizetnék érte. És valószínűleg életben lehetne tartani a mesterséget, tehát azért a belső tereinkben a zsinder használata az kötelezővé kellene alakuljon. Na, tehát így alakul a háznak a belsője, külső textúrák, a régi köveknek a megtartása. Ez az a kép, amivel dolgozunk. És akkor a házakról nagyon hamar eljutottam a lépték kapcsáig. Láttuk, hogy lehet nagy házakat is építeni, az aki mit tud házakról van szó. Hát ebbe a település képbe, amiről beszélgetek, a modern fejlesztés miatt bizony elég nagy léptékű dolgok belekerüljenek. Ez Gyergyószáragy esetében itt van egy 2200 négyzetméteres sportcsarnok. Elég nehéz észrevenni, meg kell nézni, de ott van, higgyék el, 2200 négyzetméter. Nem csak sportcsarnok, hanem kiállító felület, meg mindenféle. Belülről ez a sportcsarnok része. Na, hát, hogy mondjam, a bolha az az egér mellett kicsi. És az egér az elefánt mellett kicsi. Tehát amennyiben ezek a nagy épületeket például ki lehet vinni egy hegy alá, akkor már rögtön kisebbnek tűnnek. Tehát nem a településben kellene megcsinálni a nagy épületet, hanem ha lehet, ki kell vinni, és be kell tenni egy hegy alá. Itt a fentére ez a példa az a gyimesi és kanzen rendezvénycsűr, amelyet az épületből igazából a WC-ket kivittük egy ilyen kis zöldtetős megoldásba, mert hát a dombodalban a pincék is ott voltak, ez még inkább tájba illő történet. Ezzel nem kellett növeljük az épületnek az arab területét, és belülről valami olyasmi született, amit Csomafalván gyorsan lemásoltak, tehát egy csűrbe meg lehet csinálni elég sok mindent mifelénk. Panziókat is lehet, itt két próbálkozás van, tehát mindaddig, amíg a csűr léptékét nem lépjük túl, addig semmi probléma nincsen. Probléma ott kezdődik, amikor azt mondják, hogy lehetőleg kevesebb pénzből, szélesebbet, magasabbat, nagyobbat. Na, tehát akkor van rá lehetőség arra, amit itt elmeséltem, hogy oda lehet tenni a hegyek mellé, meg is lehet görbíteni a gerincét, hogy ez a mesterséges vonal ne keltsen feszültséget a tájban, de ezzel az a baj van, hogy csak bizonyos nézőszögből működik ez így, mert a hegy felől nézve jó nagy lesz a falu előképébe, tehát ezt végig kell ezt gondolni. Járható, hogy széttörjük a nagy volument kisebb darabokra, valamilyen ilyen módon, nem így, ilyen atipikus módon, vagy pedig ez a legtisztább dolog az, hogy elföldeljük a dombódalba. Tehát a terep kihasználásait zöldtetővel úgy használjuk, hogy az simuljon bele. Wright mondta a kezdőépítésznek a tanácsokat, hogy jó messze onnan tervezni akarsz, mert az orvos az mondhatja azt, hogy a műtét sikerült, csak a páciens nem élte túl, de az építész nem fogja tudni elföldelni a házat, ugye ennek maximum repkénnyel futtassa fel, hát ezt a tanácsot tudja adni. Na, tehát ezt a dombódalba elföldelni. És van még egy dolog, ami nekünk különösebben tetszik, hát ha lehet, akkor tegyük átláthatóvá azt az épületet, áttetszővé azt az épületet. Tehát legyen is, meg ne is. És ez a sportcsarnok, amiről beszélgettem, itt van ez a templom és a temető, ez a Ferences Kolostor, ez a Szármányhegyi kápolna, ez a Lázár kastély, mindezek A-kategóriás, tehát nemzeti és nemzeti fölötti fontosságú műemlékek, és itt van ez a sportcsarnok, amiről beszélgettem, amelyik egyrészt ugye a kisebb tömeg, majd megnézzük, a kisebb tömeg eltakarja a nagyot, és a kisebb tömeg a hegy felé a zöldtető, vagyis gyep. Rendes. Tehát igazából itt megpróbáltuk elföldelni ezt, és ez a zöld lemez rajta, amúgy műemlékes szempontból, ez egy horgany lemez, azért illik feltenni, ugye, mert szépen patinásodik, és úgy reflexből ezt csinálja az ember, hát ne. Az itt nagyon csúnya előtér lett volna, választottunk egy olyan színű zöld lemezt, mint amilyen a fenyőknek a zöldsége, hogy ezáltal igaz, hogy az anyag nem szokványos, de amit tud produkálni, azt nem tudja más. Tehát igazából a gondolkodásban néha ilyen balasztokat fel kell adni, amit reflexből csinálna az ember, mert lehet, hogy máshova lehet vele eljutni. Tehát igazából a sportcsarnokot, ezt most bárhonnan nézem, mivel házakkal van körülvéve, nem látom, míg a sportcsarnok, tehát itt vagy a kastély előtt, alig vevődik észre, itt látszik a bontott tömeg a templom előterében, nem nagyobb, mint ami arrafele van. Itt van a Ferences Kolostor, és belülről is igen látszik a Ferences Kolostor, tehát nyitottunk abba az irányba. Itt, amikor esik az eső, akkor baj van ezzel a lemeztetővel, mert csillog. Tehát ez egy olyan dolog, hogy erre az ember nem tudom mit kezdeni, de hát szerencsére nem mindig esik az eső, néha havazzik is. Na, tehát a kisebb tömeg takarja a nagyobbat, és a zöldtető, ez egy jó megoldás ebben az esetben. Hát ez belülről így néz ki. És eljutottam a transzparenciának az a lényegéhez, amit a Csíkszent Simoni Böjte Csabának készült lovardával sikerült elérjünk. Egy lovardát, akárhogy is nézünk, nem, mivel a funkciója, a lovardai funkció az körökre épül, nem lehet csak úgy feltördelni félkörökre, és a lónak megmagyarázni félkör után egy másik félkörön valahogy induljon el, tehát vágtában. Tehát az adva van az a tömeg, azon nincs mit kezdeni. Na most egy lovardát csak úgy elföldelni Böjte Csabának, kevés pénzből kell valamit megcsinálni, megint nem egy erkölcsi dolog. Úgyhogy mi itt azt néztük, hogy ez a sok létezés, és főleg amikor autóban megy az ember, akkor az lepereg, mint a kis film, a kocka, és mögötte csak a tájat látja az ember. Tehát valami olyan épület van, ami nagyon lyukas. A lovaknál lehet szellős a lovarda, ugye az jót is tesz neki. Tehát egyrészt választottuk azt ennél, hogy a hegyeknél ez mindenképpen kisebb, tehát ezt a képet használtuk itt, ami itt van. A másik az ezt a transzparenciát, hogy át lehet rajta látni, a tetőn és a bejárat fölött, amikor felnézek, akkor az eget látom az átsejléssel. Itt egy picit a helyi anyagokat mutatom be, a helyi anyaghasználaton, és nem kezeltük, majd szürke lesz, szép lesz. Fontos a fizikai faanyagvidelem, fontosabb, mint a kémiai. Csak annyit akarok elmondani, hogy egy szál deszka, ami ilyen kivágáskor, hallatszik, amit mondok, ilyen, megszárad. Ha ilyen lesz, akkor a repedések a felső felén vannak és befolyik a víz. Ha ilyen lesz, tehát átfordítom, akkor a repedések az alsó felén vannak és lefolyik róla a víz. Ezt festhetem, mert a repedésen befolyik a víz és nem jön ki belőle. Ezt nem kell fessem, mert nem folyik be a víz. Hát lefestettem, nem tartott. Vajon mit csinált, hogy nem festette le? Tehát ezt egy kicsit ezt az ősi tudást, hogy használták a fát mifelénk, ezt érdemes elővenni. Na szóval ezek gyönyörűen be vannak forgatva. Hát mondjuk elkezdte a kivitelező idáig, és aztán visszabontotta pontosan idáig, és akkor megcsinálta rendesen utána. Nem hiszik el a műszaki elvárásokat. Na hát ez a kép, ami van, itt az egykori kollektív gazdaságok voltak, ez egy 2005-ös légifotó, tehát már ki van vonulva ez a nagy épület a településből, tehát ezt sikerült betartani. Szerencsére itt egy pár épület azóta elbomlott, tehát kint van a településből, átlátszó is, a hegyek mellett is kicsinek tűnik. A tömegbontást sikerült megoldjuk még egy kicsit ezekkel a kis formaalakítással, ami egy hagyományos csűrön is rajta van, ettől tűnik kisebbnek. Tehát összeállt ez az épület, amelyik belülről egy nagyon komoly mérnöki teljesítmény. Tehát a szeglemezés megoldáshoz képest ebbe egy köbméterrel több anyag van benne. Egy ekkora felületen, amit egy lovarda jelenti. És azért választottuk ezt a megoldást, mert 20 év múlva, ha megsérül az egyik elem, nem tudjuk, hogy miért, egy kis lokális tűz miatt például, akkor elég nehéz mondjuk Svájcból egy konzulens mérnököt hozni, hogy a szeglemezt vajon hogy oldják meg sajtolás nélkül. Itt pedig arra törekedtünk, hogy pár csavar meglazításával bárki az új elemet a helyére tudja tenni és visszatenni. Tehát mi álmodunk néha, hogy high-tech-et kellene csinálni fából, és nagyon izgalmas volna. Csak utána ki gondozza el, tehát ezt az élettartamot is kell nézni, és ezért inkább ilyen köztes technológiákat választunk, amelyik picit húzza a helyi asztalos és ácsipart felfele, de amit még meg tud csinálni. Tehát nagyon szép volna, ha high-tech-kel dolgoznánk, biztos nagyon izgalmas volna, csak éppen nem engedhetjük meg időben a fenntartását ennek. Tehát mi ezt az intermediate-teket használjuk. Ez eljutott egy európai kortárs díjra való nevesítésért, ez egy éjszakai kép, és kell beszéljek a helyi anyagokról, vagyis az okról. Mi azért dolgozunk fával, mert a helyi embereknek adunk munkát belőle. Tehát dolgozhatnánk gipszkartonnal is, és más műanyag nyilázárokkal is, abból nem sok maradt helyben. Míg a helyi ember dolgoztatok, akkor az gyakorlatilag a lánya gitáróráját éppen a zsindely árából fogja fizetni, tehát kultúrát, meg mindent, tehát a helygazdaságból forgatott pénz, mindent segít. Tehát mi azért, mert azt akarjuk, hogy a pénz, ami nincs Székelyföldön, de az a kevés, ami van, mégis ne jöjjön onnan ki, a helyi gazdaságból forogjon, ezért tudatosan vállaltuk azt, hogy fából fogunk dolgozni, mert az van Székelyföldön. Jön egy vállalkozó, faházakat épít, téglaházból lakik, ez számomra nem hiteles. Tehát a Székelyföldön fa volt, mit lehet belőle kihozni? Nagyon szépen faragható, öregedő felületek, szép allegóriák, hogy az uzmó, a fán, meg a deszkán is ott van. Az öregedésnek ezek a színei szürkék, sárgák, aztán amikor esik az eső, akkor a sárga is szürke, amikor süt a nap, akkor a szürke is sárga, ilyen tavaszi surló napfényében, ezek szép színek. Szóval, ha belevágtunk ebbe a fa dologba, és akkor nagy magyarok vagyunk és vitézkedünk, akkor én viccesen szoktam mondani, hogy nálunk a beton is fából kéne készüljön odahaza, hogyha ezt meg tudnánk engedni. Az üvegbeton az létezik, a fabetonnak az a módja, amit Székelyföldön használható, azt még nem. Na, tehát itt az látszik, hogy a fát mennyi minden, sok helyen fel lehet használni. Ezt az épületet megmutattam később, 4 emeletes, nagyságú ipari épületek homlokzati burkolására is, bármennyire mondják a tűzoltók, hogy első látásra nem lehet, a saját tűzoltó szabványukat letéve, és amikor azt kérdi, hogy bizonyos szintmagasságban milyen magas éghető sávok legyenek, azt meg kell csinálni, és utána lehet. Tehát ezt is meg lehet oldani. Na. Hát ez egy buszmegálló. Ezt már elmeséltem, hogy azért van a pad így elalakba, mert akkor le kell ülni egyiknek így, a másiknak így, és köszönni, hogy szia, hogy vagy? Nem lehet másképpen megmondani. Hát ez is gyönyörű szépen áttetszük, átlátszik ez az épület. Itt a zsindelben, ez zetalakán van, még úgy tartják, hogy őket az Isten teremtette, tehát porból vannak, de fából élnek. Tehát akkor egy buszmegálló, az muszáj volt fából legyen, és mivel zsindelt csinálnak, ezért ezt ilyen markánsan meg kellett jelenítsük. Így néz ki egy hagyományos kapu, aztán itt néz ki a buszmegállónk, kicsit kerítésnek is lehetne nézni. Lett ebből egy település jelző kis ilyen jel is, ezen is át lehet látni. Itt a buszmegállóban János bácsi éppen sörözik. Hogy a szemét ne gyűjjön meg benne, ezért van a fültől felemelve. Ez egy kicsit ilyen ejtőernyővel ledobott tárgy. Nem akartunk buszmegállót csinálni, az igazság, mondtuk, hogy falun nem kell. És akkor mondta, hogy ne hülyeskedj, 22 km a falusi útvonalnak a hosszát, hogy csak kell. Aztán a hosszas inszittálás véget nekifogtunk ennek, és ez lett gyakorlatilag a környezetében, lassan öregszik bele. Itt közben ezeket a fehér dolgokat is lehet nézni, hogyha számon akarja tartani. Ez egy fatároló, egy garázs, szintén ebben a szárhegyi környezetben, amit úgy kellett megcsinálni, hogy a templom továbbra látszódjon az iskoladvarról, és a zárda is. Tehát igazából az épület ezért lett elalakú, azért lett ez a fele laposabb, ami itt van, hogy ne legyen nagy a templom előterébe, tehát az utcáról nézve. Tehát egy kicsit a modern forma az meg azért jelenik meg, hogy ne legyen túl nagy az épület, amit akarunk csinálni, továbbra is látszódjon, amit kell. Hát ezt a nagyon ilyen építészeti folyóiratokba akarom fordítani, akkor az az építészet, amit mi csinálunk, az deszka, léc, illetve olyan is lehet, hogy deszka, léc, deszka. Tehát körülbelül ez a mi építészeti arszpoetikánk, hogy deszka, léc, deszka. Ennek egy másik részét mutatom. Ez egy iskola felújítás, ahol a tetőtérben irodák vannak, és keretes szolgálati tűzlépcső. Fémből van a szerkezete, a habosodó festékkel, pont úgy, ahogy le van írva, amit kell az egész dologba, és nagyon szép lézburkolata van, mert van egy idő, ami alatt nem gyúlhat ez meg, teljesíti ezt az egészet. Úgyhogy ezzel mentünk előre, nem is ragasztottuk a régi épülethez hozzá, hogy kinek szeme van, az lássa. Van egy gyönyörű szép fa itt mellette, ez átlátszó, továbbra is az épület és a fa maradt meg. Ez egy kicsit nincsen, belülről nagyon látványos, nagyon izgalmas, amikor süt a nap, és akkor megbolondítja árnyékkal ezt a fémszerkezetet, amiről beszélgettem. Ez a madarasi piac, hagyományos termékek piaca kellett legyen, így adták. Van mifelénk egy ilyen körtánc, ezt el szokták táncolni, hát a helyi termelők, ha egymásra támaszkodnak, akkor biztos egy jó táncot lehet járni ezen a piacon. Meg kell nézni, a csürtetők hogy futnak egymásba. Szándékosan választottunk egy archaikusabb típust. Madarason a tetők, a házak elégtek, valamikor senki sem akart fából építeni, pedig valamikor fából építettek. Na, kaptak egy kis fapiacot ide. Hát igen, nem lehet mindig dolgozni kockakővel, pedig abból szeretnénk, de mikor ezt egy uniós költségvetésből felső határa a pályázatnak nem engedi meg, akkor nincsen más lehetőségünk, hogy ennyit van természetes kőből, meg kockakő szegélyekkel, aztán igen, kis kockakő berakásokkal, tegyétek le, amit akartok, amit úgy ragaszkodtok, amihez nem akartok, hogy hívják ott tenni, aztán 10 év múlva szedjétek fel, mert rájöttök, hogy a kockakő azt tart, a másik nem. Tehát nem lehet egyszerűen sokszor beszélgetni mi felénk az emberekkel, de akkor le kell tenni azokat a mintákat, amiből lehet. A hőszigetelésről. Milyen jól ki annak elefántcsontoronyból lakik, és a feleség azt mondja, hogy kéne szigetelni házat, mert az a divat most. Nem? Tehát az értékeket valahol meg kell nézni, hogy hogy van. Ez néha nagyon jól jön, mert ez egy ilyen kommunista iskola volt, a Kós Károly iskola, és ez lett belőle. Ez meg egy ipari felület volt, és itt van az a szigetelés a homlokzaton, ami fából készült ebbe az ipari környezetbe. Az a gond, hogy most divatos az, hogy az épület kérgénél nézzük, hogy mi az. És az épület környezetébe kellene nézni. Tehát a tízesség utáni keresztcsűrös, szallagteles, de ez a fésűs beépítési szallagtelkes parcellák nálunk fele. Hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Reggel süt a nap, megütközik a csűr oldalán, verőfény van, felmelegedik a levegő, felszáll. Honnan húz hideg levegőt? Túloldalról. Ezért az összes kerítés részből készült a telkeken belül, hogy közt a levegő tudja járni. Tudunk ezzel segíteni pár fával, ami itt van. És igazából létrejön egy mikroklíma, itt, amely délelőtt úgy működik, hogy innen húz hűvös levegőt, aztán délutánra átfordul, ez kezd felmelegedni, addigra ez lehűl árnyékba, és innen húzza vissza a levegőt. Télen meg a szél megütközik rajta, és fölötte átfúj. Na most egy ilyen csősort nagyon szépen mutat, de hát szeret egy városi kitelepedni falura, és azt mondja, hogy olyan szép a kilátás a hegyekre, ne haragudjatok, én ott csőt hátrább vissza. És ezzel gyakorlatilag ezt a kis mikroklimát, amit olyan szépen kialakultatta a hagyomány, ezt szépen finoman áthúzta. Ellenben mondja, hogy nagyon szépen hőszigetelte a házát, sőt, már passzív házban lakik. Csak akkor vannak itt ilyen megoldások, hogy hát lehetne ültetni egy fát. Nem ilyen szépen árnyékot tart. Nyáron, télen nem. Hát meg gyümölcsöt is terem. Vagy, hát ha megbírja, akkor szőlőt fel lehetne futtatni rajta. Vagy nézd meg, a nap az eresznél, hogy árnyékot tart, vagy nem tart. Vagy télen, ha hideg van, tegyél egy szőnyeget az ablakba. Vagy nincsen szőlőt, semmi gond, mert hideg van, akkor csináld meg ezt ilyen létezésből az ereszt, a székelyháznak hagyományos dolgait. Ezek mind hagyományos megoldások. És nem a ház falánál vannak ezek a megoldások, hanem úgy a rendszerben benne. És ha belegondolok, az erdőből a hulladékot ki kellett termelni, és azt a kályhába tüzelték el, akkor egy falusi rendszernek biztos az energia, tehát zéró energiás, csak nem a ház falánál számítva. Megértem, hogy városon ez a megoldás, de egy másik helyzeten nem kellene ezt a városi mentalitást visszavigyük a falura, mert parasztházaknak a homlokzatát nem kellene szigetelni, hanem muszáj, kompenzáló megoldások vannak. És akkor igen, ezt szigetelés fel lehet használni, hogy egy ilyen jellegtelen épületből mégiscsak csináljunk valamit, ami egy picit talán építészet, kicsit utal Kóstnak a tornyaira. Tehát igazából ez egy másik iskola, ahol járnak az emberek. Tehát tartásosabb, más minőségi iskola. És a másik izgalmas dolog a hőszigetelésekkel, ha már nekifog az ember, hogy a kiszelőztetett homlokzatok azok a legjobbak mégiscsak, és ennek a külső rétegét nagyon jól meg lehet csinálni fából, ami a település képbe beöregedik, hogyha ezt elfogadják. Van ez a kis mondásunk, hogy sok lúd disznót győz. Csak az, hogy nem dobom ki a régit, meg kéne számolni, mennyi energiát takarítok meg. Tehát, hogy nem cserélem le az újra. Ez is oda tartozik abba az energiarendszerben, amit rendszerint nem számolnak, hogy mibe kerül az új deszka, és mibe kerülne a régit megtartani. Aztán vannak ezek a kis finom húzások, hogy napcsapda, mikor melegedik, külső árnyékolás. Szóval ez a sok lúd disznót győz, létrehozhat egy falusi építészetet, ami izgalmas. Amiről eddig beszélgettem, azt egy nagy témára lehet felsorakoztatni, a tradinovációról. Tehát ebben vele van a tradíció és az innováció gyakorlatilag. Tehát, hogyha ezt úgy fogom fel, mint egy körforgalmat, hogy kihajthatok belőle a tradíciónál, nagyon hagyományos akarok lenni, akkor elmegy mellettem az élet, mert közben az előbb a hagyomány és a modernség kapcsán elmondtam, hogy van egy csomó olyan dolog, ami igenis nagyon kell a mai embernek, és helye van. Ha az innováció felé megyek ki, és a tradíciót elfelejtem, akkor odáig jutunk, hogy nagyon sok padot gyártottak mostanában Székelyföldön köztereken, ragasztott fából készítették. Ha meghallgatták volna azt a dolgot, hogy hogy reped a fa, és hogy forgatom be, és mit tudok rajta segíteni, és hagyományos módon csinálták volna meg, akkor azok a padok még ma is ott volnának. Tehát nem kell mindig elhinni, hogy a technológia segít, a kettő együtt biztosan több, mérlegelni kell, mikor, mivel lehet dolgozni, és ezért számunkra a helyes út az a tradinováció. Tehát ezt is nézzük, ebből mindent nem tudunk elhozni idáig, tehát a modern építészetet se tudjuk odáig elhozni. A citerán tangóra visszatérnék egy picit, hogy hát nekünk sajnos csak citeránk van, de hogyha most éppen tangót táncolnak a világba, akkor mi is tudunk valahogy nagyapánk egy kicsit azon játszani. A körforgalomnak ez a része, ez nem épült meg. Tehát ha nagyon sokat forgunk benne, akkor innen mindent elveszítünk. Tehát itt van egy nagyobb épületnél, igenis egy mérnöki szerkezet, meg helye van, és egy jól optimalizált mérnöki szerkezetnek. A balasztról szeretnék beszélgetni. Kós Károlynak a ház folyóirata, és ez egy felénk levő székely ház a 19. század derekáig. Kós, amikor a kis magyar világon úgy hívják nálunk a bécsi döntés utáni országegyesítést, akkor azt látja, tehát nagyon sok magyar kormánypénz megy ki akkor, mert elhanyagolták a Székelyföld középítészetét a két világháború között, és vannak Kósnak az az írása, hogy mint kabarék idegen ruhába öltöztetett görliei. És abban azt mondja, hogy túlságosan sok magas tetőt házat rágatott betonkopjafákkal, holott a székely építészet lényegét nem itt kellene keresni, mert ez egy tévút. Mert a székely akkor is székely, hogyha pantallóba öltözik meg frakba, az idegen nem lesz attól székely, hogy székely ruhát vesz. Ezt ő mondja annak idején. Tehát ma kár ezt mimelni, mert a zsinder drágább, mint a cserép, ekkora tető biztosan nem kell, mert a kémény mekkora lesz belőle. Biztosan, hogy nem így élünk. Az a kérdés, hogy hogy élünk? És milyenek a házaink? Mert én nem tudom létrehozni ugyanazt, mint a régiek, és nem is úgy élek, de ahhoz igazodót és hasonló értékkel és szellemiséggel bírót igen, kötelességem, mert az az örökségem, és meg kell tartanom, tovább kell adnom. Tehát az örökségről beszélgettem a házak kapcsán is egy picit. És ezért ez a kedvenc képem Romániában kilométer köveket, ezt római mintára csinálják, mert mégiscsak egy latin ország, és az előképét ott keresi. A mérföldkövet azt a rómaiak kifaragták kőből, és akkor nagyon sok követ hordtak köréje, hogy azt ne lehessen elmozdítani, ez az előkép. Aztán egyszer rájöttek, hogy ezt ki lehet önteni betonból is. Ez egy kicsit a kofrálásnál kis problémákat vet fel az az előtte lévő bonyolult forma, mivel nem akarnak műkövetni, csak betont, tehát ez egy kicsit egyszerűsítettek rajta, de továbbra is ez a kép. Aztán rájöttek, hogy ezt meg lehet csinálni fémből is, és akkor egy karóba húzzák, mert hát mégiscsak Dracula országában vagyunk, ugye. Most a legújabb trend, amit nem sikerült lefényképeznem, az műanyagból készült, és homokkal töltik fel Kínából hozzá. Na. Tehát ez a formához való ragaszkodás, és akkor le is teszik, és olyan képek jönnek ki, hogy itt van a régi beton, és 2 méterrel arrább, vagy egy fél méterrel arrább ez. Tehát még kérdés is, hogy mennyire pontos az a kilométer, ha egyszer itt van, egyszer ott van. Tehát igazából pont a lényege veszett el a történetnek az, hogy ettől a kőtől a következő kő, hányat kell lépni? 1-et, 2-t, 5-öt, 6. Tehát ha egy táblára felírnák krétával, hogy 5 kilométer arra, akkor is pont ugyanazt tenné meg, vagy egy lemezre. Tehát itt pontosan az van, hogy meg kell érteni, hogy mi az a funkció, mik a lehetőségeim, és erre úgy kell választ adjak, hogy amit leteszek az asztalra, az ne tagadja, és ne legyen zavaró abba a képbe, amit megörököltem. Tehát ezt kell végig gondolni, mert ez az, amivel tudok én dolgozni. És akkor jönnek a kis innovációk. A Karczalvi templomnak a szép, gyönyörű történelmi fedélszerkezete és csapolata. Ez a csap, ha az ember végig gondolja, és egy függőleges csavarra alakul át, és betámasztja ebbe a felületbe, akkor lehetővé teszi, hogy a családi ház tetejébe ne kelljen torokgerendát tenni. Tehát pont abban a magasságban, amikor az ember szaros fejbe veri, a torokgerenda vagy a páros fúg, attól függ, hogy most mai szemmel nézzük-e, ez kiiktatható. Tehát úgy tudok egy kis innovációval, egy hagyományos tömegbe egy tetőteret megcsinálni, hogy igazából a belső szerkezetet alakítom olyan, ami már nem akadályoz az, hogy a tetőtérben éljek. És a tetőtérben nem kell mindig éljek, mert a gyerekek elmennek, és öregkoromban én biztosan nem fogok oda felmenni. Tehát ezt is meg kell nézni, hogy akkor a ház hogy működik több generáción keresztül. De ez egy kis innováció, mind ahogy ez a szerkezet igazából, ez csak annyit kell megérteni, hogy a jurtának a csomópontjai ezek nem egy csavar és rögzítve van, mert akkor eltörne a lic, hanem ez egy laza. És ez a lazaság biztosítja, hogy ezt meg lehet csinálni, mert ezt a kivitelezőnek kell megmagyarázni, utána minden megy a rendjén. Ezek a gerendák itt, ragasztott gerendák teljesen fölöslegesek, mert ez a szerkezet öntartó és tartja magát, és elég nagy felületek belőle kivehetőek, és még mindig áll. Tehát deformálódik, és mindig áll. Egyetlen egyben van nagyon vékony, és a tűzoltókkal nem tudtunk másképpen szakaszolásokat csinálni a kiürítésre, hogy ezt a szerkezetet valami tartja, és akkor azért vannak ezek a gerendák, mert amúgy nem kellenének. De így lehetett faépületet csinálni, mert nálunk amúgy kutyapajtát lehet a tűzoltó szabványok szerint csinálni gond nélkül, attól felfel elég sok minden meggond van. Ez a szerkezet, amit használtunk, itt is Szabó Tamás bácsi a kivitelező, és emellett a modern szerkezetek mellett, ez nem is annyira modern, mert igazából az eredetie ennek az oikosz rendszernek, ez akkor van, amikor tehát az Eiffel korszakban van, csak rájönnek, hogy Zsöndötvos többet tart, aztán a németek veszik elő a háború után a saját csarnokaikhoz, és ők teszik bele a csavart. Tehát igazából egy történelmi szerkezetnek a felmelegítése azért izgalmas felénk, mert 2 méter hosszú deszkákból meg lehet csinálni, tehát nem kell semmiféle nagy technológia, kell az az ív, ami a külső fele kell legyen, kell 2 szők, hogy kell levágni, és kell 1 csavar hozzá. Na, tehát ez egy mérnöki munka, ezt a mérnöki munkát a helyben meglévő anyagokkal lehet nagyon jól használni. Ma említettem, hogy régi zenéltem, nagyon-nagyon szerettem egyszer egy koncert, akkor jöttem rá, hogy én mit csinálok, amikor Montanaro egyszer a Csíkszeredai Régi Zenei Fesztiválon elkezdett modern hangszerekkel, elkezdett a régi hangszereken modern zenét játszani. És mondta, hogy csodálkoznak úgy, ahogy hangzik. Most képzeljék el, hogy csodálkoznának a régiek, hogy mai hangszereken hallanák a zenéjüket. De igazából archaikus dolgokkal lehet modernül dolgozni. Nálunk az, ami a hagyományban benne van, az, hogy deszka, dránica, lét, ez nagyon fontos a műemlékeinknek a fenntartására, nagyon fontos a mesterségeknek a fenntartására, ezért kötelességünk bizonyos mértékben a modernül és ezeket az anyagokat használni, hogy legyen jelen, hogy ne kopjon ki, amikor tényleg szükség van rá, akkor tudjuk elővenni. Na. És akkor mit is csinál a Larik stúdió? Népmesében ismerős az a kép, hogy jöjjön is, meg ne is, hozzon is, meg ne is. Ugye Mátyás király és az okoslány, minden esetben ezt látjuk, hogy jön. És hát igazából a Larik stúdió az nem csinál semmit. Tehát ezt a nagy semmit csináljuk mi ebben a Székelyföldön. Vagyis hát amit csinálunk, azon át lehet látni. Tessék. Ez egy kis kilátó lenne. Hát mindenki egy tornyot várt el tőlünk. Mészszerűen ez elég magasan van, és ezt a zöld gyepet vittük fel körbe, még egy szinttel fennebb, és alatta megint át lehet látni az üveget. Tehát ez egy ilyen, ide be lehet menni, be lehet menekülni eső, vagy hideg esetén, és lehet egy tüzet tenni, meg lehet főzni egy teját. Hát igazából egy olyan kilátó, ami egy melegedő is lett, de megint át lehet rajta látni. Itt az üveg ne csillogjon, azért tettük ezt az árnyékolást eléje. És igazából a körforgalom kapcsán eljutva mi azt mondjuk, hogy az otthoni kézműves dolgokra építve, amik még élnek, a vésők, van egy nagyon jó esélyünk, mert itt a körforgalmak kapcsán már beszéltünk modernizmusról, posztmodernről is tudunk róla. Most ezt a posztmodern világban, így nevezem azt, amiben most vagyunk, nem akarom összefogni a különböző irányzatokat, mert biztos, hogy kiderül, hogy hiányos a műveltségem. Na, ebben a posztmodern világban a kézműves dolgok felértékelődnek. Tehát ez egy időkapu, egy premodern dolog, a posztmodernben hirtelen nagyon sokat ér. Most nem az art és craftról beszélgetek, és 100 évvel korábban, hanem pont máról. Csak ezt egyszer lehet elszúrni. Egyszer lehet ezt a kézműves mesterséget úgy megcsinálni, hogy nem úgy festem a bútot, mint régebben, és akkor nem tart. Vagy gicsre cserődik, és értelmét veszti. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy ezt hogy használjuk, de mi ezeket használjuk. És azt írják rólunk itt az A10, hogy lokál Románia. És a kritikus regionalizmus, itt Kenneth Framptonhoz jutok vissza, ugye az építészet kritikus. Azt mondom, hogy létezik regionalizmus, létezik kritikus regionalizmus, és én azt mondom, hogy Amikor mi ezt összességében iglaltunk, és a helyi gazdaságról beszélgetünk, és a nyersanyagot nem hozzuk messziről, és azt a nyersanyagot, amit használunk, utána eltüzelhető, tehát visszatható a természetbe, főleg mert nem is kezeljük mindenféle vegyszerrel, akkor mi lassanként nem csak kritikusan regionálisak vagyunk, ahogy ezt a jelzőt itt használják ránk, hanem ennek van egy öko vonzata is. Tehát mi azt a régiónak az erőforrásait használjuk, azoknak a mesterembereknek a tudását éltetjük tovább, és igazából emiatt, még akkor is, hogyha nem vagyunk annyira modernek, egy kis tárgyszólást beszélgetünk, és tudjuk éltetni azt a régiót. És köszönöm a figyelmet.